Dovalapszky Tamás vagyok, 45 éves két gyermek apukája. 27 év dohányzás és számtalan sikertelen leszokási próbálkozás után elmondhatom, hogy 4 éve nem dohányzom. Az elektromos cigaretta volt az az eszköz, amelyel sikeresen meg tudtam szabadulni a dohányzástól. Azt kérem Áder János köztársasági elnök úrtól, hogy az elékerülő elektromos cigarettát érintő törvényt ne írja alá. Küldje vissza a parlamentnek, és vesse be személyes befolyását, hogy egy jó, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartó szabályozás születhessen. Ez a törvény rossz. Alapjaiban és javíthatatlanul. Nem is lehet más, hiszen a törvényhozók munkáját segítő szakértői csapat egyoldalúan, elfogultan, a valós helyzettől és a tudományos eredményektől eltérő torsz képet festve úgy mutatta be az elektromos cigarettát, mintha az ugyanolyan, hanem rosszabb lenne, mint maga a dohányzás. Ezzel szemben őszintén hiszem, hogy ez az eszköz lehet az az áttörés, mely magyarok ezreinek adhatja meg a dohányzásról való leszokás élményét. Mindezt úgy, hogy az eredmény gyors, és közben egyetlen fillér közpénzt sem igényel. Aki hozzám hasonlóan nem dohányzik, hanem elektromos cigarettát használ, az nem árt sem maga, sem környezete, sem családja egészségének, nem termeli a csíkhegyeket, és nem hal meg fiatalon. Az ön előtt fekvő törvény tőlük és családjuktól veszi el egy jobb élet lehetőségét. Kérem, ne engedje! Az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Tisztelt felelős döntéshozó! Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Bernárius Róbert vagyok, ex-dohányos, aki már több mint 4 éve teljesen elhagyta a cigarettát, és a nikotinbevitel egyik jóval egészségesebb alternatívájaként az elektromos cigarettát használja. Az utóbbi egy hónap történéseire és a parlament elé hamarosan benyújtásra kerülő T/74-04 számú törvényjavaslatra szeretnék reflektálni, mert bár minden médium azt zengi, hogy a szaktárcák egyeztettek a megfelelő polgári tömörülésekkel, ez valójában a mai napig nem történt meg. Minden egyes internetes, televíziós vagy rádióriportban, azaz egyoldalú, mindenféle tudományos tényeket mellőző tájékoztatás zajlik, hogy az elektromos cigaretta a hagyományos dohányzással egyenértékű, hova tovább veszélyesebb tevékenység. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott összefoglaló, a tények és tudományos bizonyítékok részrehajlás nélkül történő bemutatása helyett egyoldalú, elfogult és súlyos mértékben torzképet fest az elektromos cigaretták egészségügyi kockázatait illetően, véleményem szerint a közreműködő intézmények valótlan információ, vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon történő megjelenítésével, jelentős információ elhallgatásával, a szakmai gondosság követelményét sértő, nem az észszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal eljárva, ténylegesen és potenciálisan korlátozzák az állampolgárok önrendelkezési lehetőségét azáltal, hogy érzékelhetően rontják a tájékozott, szükséges információk birtokában hozott döntés képességét, súlyos érdeksérelmet okozva ezáltal. Jó magam, emellett abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy a használat mellett ennek a zseniális alternatívának a népszerűsítésével is aktívan foglalkozom, mely a törvénytervezet szerint annak életbelépése után szintén tiltott tevékenység lesz. Elszomorít, hogy egy jogállamban ilyen mértékben kívánják hatalmi szóval befolyásolni, hova tovább terelni az embereket. Terelni a csúsztatásokkal és hazugállításokkal, melyet több neves kutató rengeteg tanulmányban számtalanszor megcáfolt. Azokban a tanulmányokban, melyekről az illetékes döntéshozók tudomást sem vesznek, és az általuk felépített félinformációkat késztényként kezelve démonizálják az elektromos cigarettát és kriminalizálják a felhasználókat. A fennálló helyzet orvoslására javaslom, hogy az érintett intézmények haladéktalanul vonják vissza összefoglalójukat és ezzel kapcsolatos közleményeiket, és ennek megtörténtéről az országos médiában tájékoztassák a lakosságot is. Javaslom továbbá, hogy az érintett intézmények ezt követően vizsgálják felül eddigi megállapításaikat, majd haladéktalanul kezdjék meg az elektronikus cigaretták és dohányzást imitáló elektronikus eszközök használatával járó kockázatok című dokumentum javított, átdolgozott kiadásának megszerkesztését, ezúttal a rendelkezésre álló tudományos irodalom teljes körű, pártatlan módon történő feldolgozásával és bemutatásával, valamint javaslom,
hogy az így elkészült dokumentum publikálás előtti lektorálásába a korábban elkövetett hibák megismétlésének megelőzésére vonják be a Villanypára Egyesületet is. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Az elektromos cigaretta nem veszélyezteti használója környezetét. Balogh Dávid vagyok, 34 éves magyar állampolgár. 17 évnyi dohányzás, konkrétan napi másfél doboz koporsószeg elfogyasztásának tettem pontot a végére, közel 5 évvel ezelőtt. Egyik napról a másikra, elektromos cigarettával. Azzal az eszközzel, aminek a használatát és forgalmazását a T-7404 számú törvényjavaslat gyakorlatilag ellehetetleníti. Ez a törvényjavaslat ugyanis oda száműz engem és a sorstársaimat, ahonnan menekülni akartunk. A füstös dohányzó helyiségek és a dohányboltok. A legerősebb utántöltővel kezdtem, és most a leggyengébbnél tartok. Az egészségi állapotom az orvosaim szerint kiváló. Gyógyult rákbetegként ugyanis rendszeresen ellenőriztetem magam. Ezt annak köszönhetem, hogy a dohányzás helyett olyan eszközt használhattam mindez idáig, ami a stresszt a cigarettához hasonlóan oldja. Viszont az egészségre nagyságrendekkel kevésbé káros. Ezt alátámasztja a legtöbb nyugati kutatási eredmény is, már amennyiben azt nem ferdítik el, vagy forgatják ki minden szavát. A T-7404 számú törvényjavaslat attól a 2 millió magyar állampolgártól veszi el egy egészségesebb, könnyebb, élhetőbb élet lehetőségét, akik ma még dohányoznak, és hasonló módon hozzám erős, idült dohányosok. Egy fájdalommentes, stresszmentes és hatékony leszokás lehetőségét veszi el. Akik nagyjából velem együtt vagy hozzám hasonlóan elektromos cigarettával szoktak le a hagyományos dohányzásról, és ma már csak elektromos cigarettát használnak, be lesznek kényszerítve a dohányosok közé, a rákkeltő és a mérgező füstbe. Tisztelettel megkérem, hogy a T-7404 számú törvényjavaslatot ne írja alá. Küldje azt előbb az Alkotmánybíróság elé normakontrollra, hiszen az égetett dohány fogyasztásáról már leszokott közel 200 ezer e-cigarettal használó polgár egy egészségesebb élethez való jogát hagyja figyelmen kívül ez a törvény. Az emberek a nikotinért dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. Tisztelt Áder úr! Száraz adatokkal szeretném kezdeni. Gulyás György vagyok, 25 éves, 3 nap múlva házas, igazolhatóan egy fejlődő magzat édesapja, becsületes, dolgozó, adófizető, egészséges értékrenddel rendelkező, elektromos cigarettát használó, nem dohányzó kisember, de magyar. Ön tagadhatatlanul jóval intelligensebb és befolyásosabb ember nálam, de ön is magyar. Talán ez egy közös van bennünk, de ez a legszebb dolog, amit magunkénak tudhatunk. A magyarságunk tesz minket honfitársakká és bizonyos szemszögből egyenlővé. Mint az ön honfitársa, kérem tisztelettel ne engedje, hogy bármilyen indokokkal tönkretehessék az életem egy részét. Az elektromos cigaretta segített letenni a hagyományos cigit, a hobbimmá vált a részemmé. Ezeknek az eszközöknek köszönhetem, hogy visszatért az ízlésem, a szaglásom, az állóképességem, és talán ezeknek az eszközöknek köszönhetem majd, hogy ott lehetek a nem soká születendő fiam boldog pillanatainál, mikor ő is elballag a középiskolából, esetleg szerez egy diplomát, megtalálja első munkahelyét, megveszi élete első autóját, mikor ő is családot alapít majd, és még talán egy unokával is megajándékoz. Lehet, hogyha mai napig dohányoznék, ezeket a büszkeséggel teli pillanatokat nem élném meg. Ezt jelenti nekem az elektromos cigaretta reményt. Nagyon szomorú vagyok, hogy olyan emberek próbálják meg elvenni ezt tőlem, akik nem ismernek, semmibe vesznek, sőt, elítélnek anélkül, hogy bármilyen bűncselekményt elkövettem volna bármelyikük ellen. Démonizálnak, megvetnek, pálcát törnek felettem, mert az elektromos cigarettával sikerült leszoknom a hagyományos dohányzásról. Tudom, hogy ezeknek az eszközöknek a használata nem egészséges, de véleményem szerint az a viselkedés sem, amit az elektromos cigarettával szemben ezek az emberek tanúsítanak. Tudom, hogy az elektromos cigaretta nem veszélytelen, és éppen ezért használom felelősségteljesen, körültekintően.
Jó magam és honfitársaim nevében szépen kérem, ne engedje, hogy ezt elvegyék tőlem, tőlünk. Az elektromos cigaretta világszerte segít a dohányzás visszaszorításában. Szebelényi Adrián vagyok, és néhány hete kezdtem el e-cigarettát szívni, és rettentően élvezem, hogy amióta az e-cigarettát szívom, nem kell beszívnom a dohány különböző káros és mérgező rákkeltő anyagait, égés termékeit, kátrányait, egyebeket. És nagyon jó eső érzés, hogy a környezetem egészségét sem károsítom az elpárlogtatott növényi alapú glicerin gőzével. Ezért arra kérném tisztelte a törvényhozókat, hogy ne kényszerítsenek engem és sok más e-cigaretta használat arra, hogy a jövőben a dohányosokkal összezárva nyilvános téren passzív dohányosként a cigarettából felszabaduló különböző rákkeltő és egyéb veszélyes anyagokat legyek kénytelen beszívni, hagy mentesüljek ettől az egészségi ártalomtól. Nagyon köszönöm. Angliában jövőre receptre kaphatnak e-cigarettát a leszokni szándékozók. Üdvözletem, sziasztok, Bályi Krisztián vagyok. 15 évig erős dohányosként tengettem minden napjaimat. Mikor eltaláltam arra az eszközre, ami úgymond fájdalom nélkül enyhíti a szenvedélyemtől való megválást, mi erős szenvedély volt, napi 40 g dohányt szívtam el, sodortam el. Ez az eszköz, az elektromos cigaretta. És mindenképpen felháborít, hogy a kormány egy olyan döntést próbál lenyomni a torkunkon, ami hát nem helyén való. Nem kérdeznek róla, nem állítanak valósat. Ez a T7404-es törvénymódosító javaslat, ez nem... Hát nem normális. Egyszerűen ilyen a mesében nincs, hogy nagy nehezen sokunk letették a dohányzást, letették a cigarettát, és most visszazavarnának minket oda, vissza a dohányosok közé, vissza a dohányfüstbe, onnan nagy nehezen megszabadultunk. Ez olyan, mintha egy alkoholistát beküldenének a kocsmába, egy leszakott alkoholistát beküldenének a kocsmába üdítőt fogyasztani, vagy mit tudom én, tehát ez nonsense, ez lehetetlen, ez nem normális. Nagyon szépen kérem, Áder úr, hogy ezt gondolják még egyszer végig, hogy ezt egyeztessék azokkal az emberekkel, akik igenis tettek hozzá, értenek hozzá. Az elektromos cigarettának szüksége van szabályzásra, de nem megsemmisítés, nem a sárbatiprás. Legfőképp nem azoknak az embereknek a sárbatiprása, akik nagy nehezen letették a koporsó szeget, és egy egészségesebb életreményében választották az elektromos cigarettát, mint kiutat. Nagyon szépen megköszönném én és a többi 2 millió dohányos magyar állampolgár nevében is, hogyha egy kicsit foglalkoznának ezzel, és nem tipornának minket a sárba. Nagyon szépen köszönöm. Az e-cigaretta hatékonyan, hosszú távon helyettesíteni tudja a dohányzást. Tisztelt Áder János úr! Bodonyi Sándor vagyok, 30 éves, becsületesen dolgozó, tisztes adófizető, felelősen gondolkodó magyar állampolgár, és pehemre elektromos cigaretta felhasználó. 15 éves dohányos karriert tudhatok magam mögött, amelynek egy csapásra vetett véget egy a médiában mostanság sokat szerepeltetett, de megalapozatlanul negatív köntösben feltüntetett és mostohán kezelt eszköz, nevezetesen az elektromos cigaretta, amelyről valószínűleg ön is hallott már. Amit az elején nem árt tisztázni, és nagyon fontos,
hogy az e-cigarettának semmi, de semmi köze nincs a dohányzáshoz, sem a dohánytermékekhez, hiszen ezek egyetlen kritériumának sem felel meg. Nincs dohány, nincs égés, nincs füst, passzív egészségkárosító hatásáról pedig egyáltalán nem beszélhetünk. Az elektromos cigaretta egy ezidáig töretlenül felfelé ívelő sikertörténetet tudhat a magáénak, amelyet a számok könnyűszerrel bizonyíthatnak. Magyarországon 200 ezerre tehető, Európában pedig becslések szerint több mint 3 millió azok száma, akik ennek az eszköznek a segítségével szabadultak meg a hagyományos dohányzás rabságából. Mindez sikerült elérni 0 forint közpénz felhasználásával, egy önmagát felépítő és szabályozó piac kialakításával. A T7404-es számú javaslat Magyarországon most mindennek véget vet, és megpróbálja egy kalap alá vonni az e-cigaretta használatot a hagyományos dohánytermék fogyasztással. Ez a törvényjavaslat megalapozatlan, kirekesztő és nem utolsó sorban alkotmányos alapjogot sért, mely szerint minden magyar állampolgárt megillet az egészséghez és az egészséges környezethez való jog. Az pedig, hogy a nem dohányzók védelme címszó égisze alatt az egészségügyért felelős szaktárca már rég nem dohányzókat kényszerít és száműz vissza a cigarettafüstbe, kitéve őket a passzív dohányzás ártalmainak, ez egyenesen skandallum. A javaslat továbbá tönkreteszi a piaci szereplőket, ezzel ismét munkalehetőségtől és megélhetési forrástól fosztva meg a magyar embereket. Elszomorító, hogy mindezen intézkedéseket egy, azaz egy darab megalapozatlan és fongyola tanulmányra való hivatkozással teszik, amelyet az érintett felhasználókat tömörítő és érdekeiket képviselő civil szervezet, a Villanypára Egyesület már számtalanszor cáfolt. Felháborító számomra, hogy az adóforintjaimból elméletileg az állampolgárok egészségének védelmében fenntartott ANTS és NEFI Dohányzás Fókuszpont intézete dilettáns, tájékozatlan és nem hajlandó figyelembe venni semmilyen ellenvéleményt, valamint az érintettekkel való párbeszéd minden formájától elzárkózik. Ugyanakkor maroknyi civilnek kell nem mindennapi felkészültséggel rendelkeznie, hogy képes legyen cáfolni a csúsztatásokon és ferdítéseken alapuló kijelentéseiket. Pedig nyugaton se szeri, se száma az elismert orvosok kutatók munkájának, amelyek hitelesen és elfogulatlanul bizonyítják az eszköz hatásosságát és nagyságrendekkel kisebb, szinte elhanyagolható káros hatását a hagyományos dohányzással szemben. Csak hogy egyet kiemeljek ezek közül. A brit népegészségügyi hivatal, a Public Health England 185 vizsgálati munka és tanulmány alapján úgy döntött, hogy az elektromos cigarettát népszerűsíti, mint leszokás segítő eszközt, és kifejezetten ajánlja a dohányzók számára azt az alternatívát a hagyományos dohányfogyasztással szemben. A tanulmányok nyilvánosak, érveink megalapozottak. Ezekről akár ön is meggyőződhet. További kérdéseket vet fel és teljes bizalomvesztésre ad okot, hogy erről csak azok nem hajlandóak tudomást venni, akik erre felesküdtek, és ez lenne közfinanszírozásból a hivatásuk. Köztársasági elnök úr! Régóta folyik a harc a dohányzás visszaszorítása ellen, aminek frontján most egy csapásra megváltoztathatnánk a szereket, hosszú távú sikerfolyamatokat beindítva ezzel. Tisztelettel kérem önt, hogy ne fogadja el a T7404-es törvényt, hanem azt küldje az Alkotmánybíróság elé normakontrollra, bocsátsa további vitára. Ő most ezzel az egyszerű gesztussal sokat tehet a társadalom egészségéért, és 2 millió potenciálisan átszoktatható dohányosnak adhatna lehetőséget, hogy függőségüket a jövőben könnyűszerrel egy bizonyíthatóan ártalmatlan a formában elégíthessék ki. Hangsúlyozzuk, hogy mi nem a szabályozás ellen vagyunk, de jól megalapozott, észérveket felsorakoztató és azokat figyelembe vevő, az érintettek képviselével való párbeszéden alapuló konszenzus szeretnénk, ami mindenfél számára kielégítő és elfogadható. Tehát még egyszer kérem, ne írja alá a T7404-es törvényt, mert ez a törvény a már átszokott 200 ezer felhasználótól és mintegy 2 millió dohányostól venné el egy egészségesebb és minőségi élet lehetőségét. Köszönöm, hogy meghallgatott. Az elektromos cigaretta életeket ment. Szép jó napot kívánok! Fazekas Dávid vagyok, 25 éves, elektromos cigaretta használó. 7 éven keresztül dohányoztam, ez napi 20-25 vagy akár több száz cigarettát is eredményezett egyetlen egy nap alatt, ami az egészségi állapotomba került. Hát konkrétan arra tudok gondolni, hogy nem múlt el úgy reggel, hogy ne köhögési rohamra keltem volna fel. Próbáltam mindenféle leszokássegítő eszközt bevetni a cél érdekében, például nikotinos tapaszt, rágót, tablettát, de sajnos igertelen eredménnyel, és minduntalan visszaszoktam a cigire. Viszont most már büszkén jelenthetem be, hogy 4. hónapja, hogy az elektromos cigaretta használatával végleg leszoktam a dohányzásról. Sokkal jobb a közérzetem, a lépcsőzést is jobban bírom, és ami a legfontosabb számomra, hogy a köhögő rohamok is végleg eltűntek. A kormány viszont a T7404-es törvényjavaslatával az elektromos cigarettát, mint alternatív leszokás segítő eszközt, az ANTS által kiadott, csúsztatott,
eltúlzott, hangoztatott, megcáfolható tanulmányokra támaszkodva ellehetetleníti a leszokni kívánókat, illetve az elektromos cigarettázók esélyeit is, figyelmen kívül hagyva azt a több száz pozitív külföldi kutatási eredményeket, és ezáltal visszakényszerítenek minket ismét a dohányosok közé, a gyermekek és a nem dohányzók védelmére hivatkozva. Az NTS tételes cáfolatáról link formájában megtalálható a leírásban. Ezúton kérném Árdel János köztársasági elnök urat, hogy a T7404-es törvényjavaslatot ne hagyja jóvá, illetve ne írja alá, mert ellenkező esetben a kormány megfosztana közel 200 ezer elektromos cigaretta használót és közel 2 millió dohányzót a leszokást egyik kiemelten leghatékonyabb eszközéről. Köszönöm szépen a figyelmet! Az e-cigaretta halálos áldozatainak száma 10 év alatt 0. Sziasztok, Vaszuda Gábor vagyok, 30 éves, elektromos cigaretta felhasználó. 12 év dohányzás után tértem át az elektromos cigarettára, és azóta ezzel pótolom a napi nikotin bevitelemet, illetve nem is ugyanazt a mennyiséget, mert mikor elkezdtem az elektromos cigarettát használni, a legerősebb nikotintartalmú likvidet vásároltam és azt fogyasztottam. 4 év elteltével már a leggyengébbet szívom. Mondhatni majdnem nikotinmentest használok, de igazából magától a nikotintól nem félek annyira, ugyanis ezen kívül semmilyen rákkeltő és mérgező anyag nem található az elektromos cigarettában, ellentétben a hagyományos cigarettával. Nikotin, mint köztudott, pedig körülbelül jótékony és kártékony hatása megegyezik a koffeinnel. Kismértékben gyógyszer, nagymértékben pedig jelenség, de ha humorosan akarunk fogalmazni, ez igaz lehet a csapvízre is, mert kismértékben oltja a szomjat, nagymértékben pedig bele lehet fulladni. Na mindegy. Igazából az elektromos cigaretta használata közben tapasztaltam azt, hogy folyamatosan javul az egészségügyi állapotom, jobb lett az erőlétem. Ennek nagyon örülök egyébként, mert sportolás közben ennek nagyon nagy hasznát veszem. Javult a szaglásom, ennek is nagyon örülök, viszont ami idézőjelben ennek a mellékhatása az, hogy a cigarettaszag már egyenesen taszít engem, és egyébként ezért is tartom abszurdnak a T7404-es törvényjavaslatban lévő egyik pontot, ami kimondja, hogy elektromos cigarettát használni csak kijelölt dohányzó helyeken lehet. Tehát eleve én rosszul vagyok már a cigarettaszagtól, és nem szeretném passzívan károsítani magamat, passzív dohányzásnak kitenni magamat azáltal, hogy én kikényszerülök a dohányzók közé. Szerintem ez egy nyomós érv. Illetve egyébként, tehát hogyha itt most a törvényjavaslatról beszélünk, egyenesen felháborít az a tény, hogy dohányboltokba akarják kényszeríteni az elektromos cigaretta forgalmazását egy olyan helyre, ahol hozzá nem értő alkalmazottak fogják árulni a készülékeket, és kétes eredetű készülékek lesznek valószínűleg csak piacon, ugyanis azok a cégek, azok a szakértők, akik most a szakboltokban dolgoznak, illetve a szakboltokat vezetik, ők már nagyon is jól tudják, hogy mik azok a készülékek, amik minőségi készülékek, mik azok a készülékek, amik biztonságosak, és ezeket merik ajánlani a felhasználóknak, illetve tanácsokkal is el tudják őket látni, ha bármi problémájuk lenne. Hát ezt nem fogjuk megkapni egy dohányboltól. Én nem értem egyébként ezt a részét, hogy miért nem lehet a szakboltokat békén hagyni, miért nem lehet nekik meghagyni, hogy értékesítsék ezt a készüléket. Hiszen ők értenek hozzá. Korlátozzák őket. Oké, nem vehetnek 18 éven aluliak készüléket. Eddig sem árultak a szakboltok 18 éven aluliaknak készülékeket, patronokat, nikotinos utántöltő folyadékokat. Nagyon sok készüléknek a dobozán fel is van tüntetve, hogy csak 18 éven felülieknek. Szerintem teljesen felesleges ezt dohányboltokba szorítani. A szakboltok értenek hozzá, rájuk kéne hagyni. Nem értem. Minden esetre én szeretném továbbra is használni ezt az eszközt.
és ezért is tiltakozom a T-7404-es törvényjavaslat ellen. Köszönöm szépen, meghallgattatok. Sziasztok! Az e-cigaretta világszerte dohányosok 10 millióinak segített a leszokásban. Sziasztok! Hüll Attila vagyok, 29 éves budapesti, dolgozó, adózó és becsületes magyar állampolgár. Tisztelt Áder János, köztársasági elnök úr! Én az arcomat adom a véleményemhez és a mondandómhoz. Kérem, hogy ne írja alá és ne fogadja el a T-7404-es törvényjavaslatot, azt küldje vissza az Alkotmánybíróságnak normakontrollra, felülvizsgálatra. Kérem, hogy ebbe a felülvizsgálatba vonják be a Villanypára Egyesületet és azon hozzáértő tagjaikat. Ha ez a törvényjavaslat elfogadásra kerül, több száz munkahely megszűnik, a nem dohányzó ex-dohányosokat, leszokott dohányosokat visszakényszerítik a füstbe és az ártalomba. Nekem az elektromos cigaretta megadta a lehetőséget egy boldogabb, tartalmasabb, hosszabb, minőségibb élethez. Kérem, ezt ne vegyék el egyik nem dohányzó, illetőleg elektromos cigarettát használó társamtól se, és a jövőben esetlegesen saját akaratból áttérni kívánó dohányostól se. Mindenképpen javaslom, hogy fontolják meg a döntésüket. Fontolják meg azt, hogy ez hosszabb távon milyen eredményt is szülne. Ugyanis, ha elfogadják ezt a javaslatot, az elektromos cigaretta bekerül a dohányboltba. Azt hozzá nem értő, fel nem világosított és ki nem képzett eladók adnák el az embereknek. Hova tovább? Megnőne annak is a veszélye, hogy a már nem dohányzók esetlegesen visszaszoknak. Megértem a szabályzást. Megértjük a szabályzást. Nem ellene vagyunk, de észszerű döntést szeretnénk. Kérem, ne vegye el a már nem dohányzó és a még nem áttért vagy nem leszokott emberektől a lehetőségét, hogy minőségibb és tartalmasabb életet éljenek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmét! Az e-cigaretta korunk legnépszerűbb és leghatékonyabb eszköze a dohányzás kiváltására. Üdvözletem! Simon Ferenc vagyok, erdélyi lakos, román-magyar kettős állampolgár, és nem utolsó sorban elektromos cigaretta felhasználó. Hogy hogyan is jutottam ide? Hát, gyerekkoromban 10 évet sportoltam, versenyszerűen judóztam, számos nemzetközi versenyen vettem részt, többek közt Magyarországon is, íme egy serleg, ez a Tóth Péter emlékversenyről, Egerből van, 2002-ből, és ez a legeredményesebb külföldi sportolónak járó díj. Tehát eléggé aktív voltam fiatalon, utána meg 18 évesen állást kerestem, fölhagytam a sportolással, és elmentem programozni. Most már az irodában ott hamar rászoktam a cigire, ugye stresszes a meló, meg minden, tehát odáig jutottam, hogy egy idő után már napi két csomag cigarettát szívtam el, és ez így ment gyakorlatilag 9 évig, és 4 hónapja váltottam át elektromos cigarettára. Tehát azon kaptam magam 2015 elején, hogy 27 évesen már nehezemre esik fölmenni a második emeletre a lépcsőn, mert dobog a szívem, kapkodok levegő után is izzadok. És tehát nem a tizedikre, nem a negyedikre, nem a második emeletre. Ami nem egy nagy dolog. Tehát, mióta elektromos cigarettát használok, viszont ismét elkezdtem edzeni, ismét formában vagyok, jól érzem magam, konkrétan úgy érzem magam, mintha ismét 20 éves lennék, tehát nyugodtan mondhatom, hogy ez a termék megmentette az életem. És nem ezzel kezdtem, tehát ez nekem már ilyen hobbi szint, hanem ezzel a kiskezdő készlettel, ami egyébként 2,4 ml-es, tehát valószínűleg nem TPD kompatibilis, de úgy gondolom, hogy ez az, ami minimum kell, és ez az, ami működik. Na most már, miért is készítem ezt a videót? Tehát eléggé felháborító amit a magyarországi tévében látok. Tehát mindenféle, úgymond, népbutítás, így tudom nevezni, vagy
talán még egy szebb szóval, amit most nem mondok. Tehát az, hogy különböző orvosok meg stb. Tehát gyakorlatilag valótlan állításokat mondanak el a tévében az elektromos cigarettával kapcsolatban. Na most már. A törvénytervezetről hallottam, erről a T7404-es törvényjavaslatról, sőt el is olvastam, fölmentem a kormány.hu-ra, letöltöttem, elolvastam, tudom, ott van közvetlen a spermabankokra vonatkozó spermafagyasztási javaslat után, szépen behelyezték oda, de a lényeg az, hogy ez a törvénytervezet, ez gyakorlatilag megsemmisíteni az elektromos cigarettaipart Magyarországon, ami nem egy jó dolog. Tehát az, hogy felkészületlen dohányboltosok áruljanak elektromos cigarettát, tehát most ha megmutatom ezt, és ilyeneket fognak egyébként készíteni a magyarok, ha nem jutnak hozzá ehhez. Tehát ehhez kell egy cső, egy akkumulátor, egy kapcsoló, és kész is. Tehát ilyeneket fognak majd készíteni, ha nem jól készítik el, kezükbe elrobban, vagy szájukban. És ehhez szükség van egy felkészült üzletre, ahol vannak felkészült szakemberek, ahova be lehet menni, segítséget kérni. Másképp ezt nem lehet. Tehát ez, hogy most dohányboltba száműzzük azért, hogy picivel több pénzhez jusson hozzá a kedvezett fél, ez így nem működik. Nem fog működni. És ez pedig egy életmentő termék. Tehát ennyi a véleményem. Nem értek egyet a T7404-es törvénytervezettel. Kérem, ne fogadják el. Köszönöm a figyelmet. A brit egészségügy bátran ajánlja az e-cigarettát minden dohányos számára. Üdvözlöm, Kovács Roland vagyok. Inhalátor használói már több mint fél éve. És szeretném elmondani önnek, önöknek, hogy mit is adott nekem az elektromos cigaretta vagy inhalátor. Hát először is jobb életet, minőségibbet. És hogy miért mondom ezt? Igazából megkönnyítette az életem minden területét. Most már az emeleteket gyalog teszem meg, a sportolás fényévekkel könnyebb és jobb, az alvás minősége is sokat javult, amit igazából az inhalátornak köszönhetem. És még én fontosnak tartom azt is, hogy ha esetleg sok videót kapnak, hogy miért is állunk ki ennyien ezért. És remélem beszélhetek a többiek nevében is, hogy nem azért készítjük a videókat, mert akár csak a dohányosoknál, nem tudom, hogy önök között van-e, aki dohányzik vagy dohányzott, sokan érezték azt, hogy számomra, de egyébként beszélek saját magamról, ha napi 30 szálat szívtam 12-13 éven keresztül, ha egy órán át nem jutottam cigarettához, vagy nem tudtam a munka miatt, vagy bármi miatt dohányozni, akkor elfogott egy olyan érzés, hogy egy késztetés, hogy már pedig nekem ki kell menni, és azonnal dohányoznom kell. Ez már nincs. Ez akár munkasport, bármiben 5-6 órán, akár egész nap is. Ha úgy van, hogy nem szívom, akkor nem szívom. Tehát nincs meg az a függőség, ami a dohányzásnál meg volt, ami furcsa, hisz én mindig úgy gondoltam, hogy a nikotin függőség az, ami a dohányosokat a cigarettához láncolja, de ezt én és szerintem sokunk meg tudja cáfolni. Mindazonáltal fontos a nikotin tartalom, hisz nem is csak azért, mert hogy pótoljuk a nikotint, hisz arra vannak tapaszok, rágók, egyéb helyettesítő eszközök, amiket én ki is próbáltam sajnos sikertelenül, hanem azért, mert ezt a párát, amit belélegzünk, inhalálunk, erősebbé teszi, és olyan érzés, mintha cigarettát szívnánk. Ezért fontos nikotin tartalom. Az aroma, ami benne van, az igazából ízletesebbé teszi.
nincs különösebb függőség szerintem az aromákkal kapcsolatban, ez biztosanak tartanám. Viszont azt is tudom, hogy ha ezek be lennének korlátozva nekünk, mint nyihalátok használóknak, akik már régóta letették a cigarettát, talán nem lenne olyan nagy dolog, és talán ezt is le tudnánk ragadni. Félre rakjuk, nem fogunk dohányozni. Ezzel nem nagy probléma van, viszont sokkal problémásabbnak látom azt, hogy azok, akik még nem tértek át és nem szoktak le a dohányzásról, ebben a formájában, ha bekorlátozzák, hogy betiltják a használatát, nem lesz miért áttérni. Mondom ezt azért, mert mikor dohányoztam, és kölcsön kaptam az első, vagy a barátomtól az első pár slukkotra idatta az inhalátorát, ami egy komolyabb készülék volt, ami nekem is most már egy komolyabb készülék van. Rögtön éreztem azt, hogy ez olyan, mint a dohányzás, de mégsem az, de nagyon hasonló. Ezt a kisebb készülékekkel, és esetleg tényleg aroma mentesen egy dohányzónak odaadni nem fogja megfelelően úgy ítélni, hogy ez egy alternatíva. És ha nem fogja így gondolni, akkor nem fog áttérni, és ő dohányos lesz. Nyilván ezt senki nem szeretné. Az a cél szerintem, hogy mindenki lerakja a dohány, vagy a cigarettát, és ne dohányozzon. És ha van egy ilyen alternatíva, ami rengeteg kutatási eredmény mutatja azt, hogy 95-99%-a kevésbé káros, mint a cigaretta, akkor ezt igenis én úgy gondolom, hogy támogatni kell, és szeretném, hogyha 180 körül hivatalos kutatási eredmény van az elektromos cigarettáról, ne azt a 8-at vegyük alapul, ami nem reális alapokon nyugszik, hisz olyan, hogyha dohányzik, vagy önök között valaki tudja, hogy a fűszűrőt nem lehet elszívni. Na most azokat a kutatásokat, amikre az ANTS és a NEFI hagyatkozik, olyan mérések alapján voltak meg, mintha egy dohányos az egész fűszűrőjét elszívná. Ami lehetetlen, hisz az ember nem szívja, mert annyira rossz íze van. Az elektromos cigarettánál is van egy ilyen, ha kifogy a likvid belőle, és megégetjük a battát, annak nem, sőt, én dohányoztam, és tudom, hogy sokkal-sokkal rosszabb íze van, mint a fűszűrőnek. Lehetetlen úgy szívni, igen, úgy valóban károsabb lehet. Én szeretném, hogyha tényleg körültekintőbbek lennének ezzel kapcsolatban, több szélesebb spektrumban vizsgálnák ezt az elektromos cigarettát, és megnéznének olyanokat is, olyan eredményeket, ahol valós, reális felhasználás alapján történt. És szeretném, hogyha megmaradna ez a lehetőség a dohányzó társaimnak, hisz környezetemben többen lerakták már, segítettem nekik benne, és bárki bármit mond, én látom, hogy hatásos alternatívája a cigarettának, úgyhogy szeretném is kérem önöket, hogy hagyják meg ezt a lehetőséget nekik. Nem, még egyszer hangsúlyozom, nem rajtunk van a nagyobb hangsúly, hanem azoknál, akik még nem tértek át, az ő átélésüket nehezítik meg. Mi már nem fogunk visszatérni analógra, ezt szerintem mondhatom, aki több hónapja használja, az tudja, hogy már neki nem kell, és nem szeretnénk kimenni a dohányosok közé sem, mert kabátban mindenbe beleívódik úgy a dohányfüst is, mivel már mi nem dohányzunk, passzív dohányzók lennénk. Amit megint csak veszélyesnek tartok, ami ránkéző veszélyes. Köszönöm szépen. Az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Jávorszky Béla vagyok, 57 éves. Letettem a cigarettát. 38 év után, napi másfél-két doboz, tehát erős dohányzás után.
Leszokásom nem tudatos döntés volt, csupán a véletlen műve. Érdeklődöm, tájékozódom, utána járok az életemet érintő újdonságoknak. Ennek az érdeklődésnek köszönhető, hogy találkoztam az elektromos cigarettával, majd ki is próbáltam azt. Én nem akartam leszokni a cigarettáról, de szinte egyik napról a másikra mégis azt vettem észre, hogy nincs rá szükségem, nem érdekel, nem vágyom utána. Ma, több mint 4 év elcigarettázás után bátran kijelenthetem, hogy jó döntést hoztam akkor. Az elcigarettára való áttérés következtében érezhetően jobban érzem magam. Hosszú lenne felsorolni azokat a változásokat, amiket a vaperlétnek köszönhetek, de azt ki kell hangsúlyoznom, hogy ezek a változások mind pozitívak. Már az elektromos cigarettát nem kényszerből, függő módjára használom, inkább csak alkalmanként, mint egy hobbiként. Tudom, és magamon, a saját egészségi állapotom pozitív változása alapján érzem is, hogy az elektromos cigaretta nagyságrendekkel kevésbé ártalmas, mint a hagyományos dohányzás. Fiatal eszközről van szó, ennek ellenére nagyon sokan kutatják az egészségre gyakorolt hatását. Minden független kutatás arról számol be, hogy az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas a hagyományos dohányzáshoz képest. Természetesen ez az eszköz is rejt magában veszélyeket, mint oly sok minden az életben. Ennek okán tökéletesen megértem, és üdvözlöm is azt az európai politikai törekvést, illetve ma már pontos iránymutatást, hogy megfelelő szabályozásra van szükség. Magyarország is elkötelezett a dohányzás visszaszorítása ügyében, ezért időről időre változtat a vonatkozó jogszabályokon. Tisztelt Áder úr! Ennek kapcsán azonban most egy olyan törvény kerül ön elé aláírásra, ami az elektromos cigarettát és azok használóit, tehát már leszokott dohányosokat tökéletesen ellehetetleníti. Ez a törvény rossz. Az elektromos cigaretta használóit visszakényszeríti a dohányosok közé, kitéve őket a passzív dohányzásnak, megnehezíti az eszközök beszerzését, ellehetetleníti a kereskedelmet. Az ország választott vezetői arra esküdtek fel, hogy az ország az emberek érdekeit képviselik, meghallgatják őket és figyelembe veszik a kéréseiket, érdekeiket. Kérem önt köztársasági elnökként mutasson példát, és éljen minden törvény adta lehetőségével, hogy mindenki számára megfelelő szabályozás születhessen. Az elektromos cigarettát érintő T-7404-es számú törvényt jelenlegi formájában ne írja alá, küldje tovább az Alkotmánybíróságra, normakontrollra. Köszönettel, egy boldog hányos. Az elektromos cigaretta nem veszélyezteti használója környezetét. Nem dohányzom, Áder úr. 19 éves vagyok, és lassan egy éve szoktam le a dohányzásról. 14 éves koromban menőnek tartottam azt, hogyha az ember dohányzik. Nagyon sok mindenki így volt vele. Abban a középiskolában, ahova én jártam, járok. És 14 évesen rázottam a dohányzásra. Egészen 18 éves koromig, minden gond nélkül megvettem magamnak a cigarettát. Minden gond nélkül dohányoztam. Majd találkoztam az elektromos cigarettával. Ami vonzott engem, nagyon is, de nem leszokni akartam vele, csak használni. Majd egyre kevesebbet dohányoztam, és teltek el úgy napok, hogy nem gyújtottam rá. Ekkor rájöttem, hogy én lassan kezdek leszokni a dohányzásról minden megerőltetés nélkül. Idén szeptemberben visszaköltöztem a kollégiumba, hogy szakmát tanuljak. Majd egy újdonsült szobatársam, őt is nagyon vonzott az elektromos cigaretta, és ő is vett magának egy készüléket. Aztán elektromos cigarettáztunk rendes cigaretta helyett, és most ott tart a srác, hogy ő is több mint 4 év dohányzás után minden gond és megerőltetés nélkül, minden akarat nélkül tette le a cigarettát. Én még fiatal vagyok, Áder úr, de már látom azt, hogy akarnak ellehetetleníteni minket az elektromos cigarettánk beszerzésétől és használatától. Tisztelt Áder úr, az elektromos cigaretta szabályzásról szóló törvényt
ne írja alá ebben a formájában. Küldje normavizsgálatra. Köszönettel, Csénagy Ádám. Az emberek a nikotinért dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. Üdvözlöm, Bárány Miklós vagyok, 35 éves elektromos cigaretta felhasználó. Közel 2,5 éve hagytam abba a dohányzást, és vádoltam elektromos cigarettára. A sok indok mellett az egyik legfontosabb indok az volt, hogy szeretném látni gyermekémet fölnőni, és minél kevésbé szeretnék, hogy minél később szeretnék meghalni. Ellenben a dohányzás azon nem segít, hogy az ember sokáig éljen. Ha bevezetik ezt a T/7404-es törvényt, akkor az utánunk következő generáció, nevezzük így, az a közel 2 millió dohányos, aki most Magyarországon él, nem fog hozzájutni jó minőségű készülékhez, jó minőségű likvidhez, és be fog következni az, ami 4-5 évvel ezelőtt történt, miszerint sokan megpróbálták, de nem tudtak átszokni, mert egyszerűen nem volt jó a készülék, nem elegítette ki az igényeiket. A mai modern készülékekkel, jó minőségű készülékekkel nagyon sok embernek nagyon könnyedén megy ez az átállás. Én azt gondolom, hogy minden kormánynak és minden közgazdasági elnöknek az egy fontos feladat, hogy megvédje állampolgárait. Gondolom, hogy ön is így van ezzel. Ezért kérem közgazdasági elnök úr, hogy ezt a T/7404-es törvényt ne írja alá, küldje vissza a parlamentnek, dolgozzák át, beszéljenek a Villanypára Egyesülettel, kérjenek tőlük segítséget, nézzék meg a legújabb nemzetközi független kutatásokat, nézzék meg a nemzetközi példákat, amik Nyugat-Európában már élnek, és ennek alapján dolgozzák át az egész szabályzást, aminek mi nem vagyunk ellene elektromos cigaretta felhasználók. Mi örülünk, hogyha a mi érdekeink, és egészségünk is védve van. Ezért mi nem a szabályzás ellen vagyunk, hanem ez az embertelen szabályzás ellen vagyunk, ahogy most kinéz a törvény. Ha ez így most átmegy, akkor nem most, hanem hát szépen lassan évek alatt, nem akarok találgatni, de nagyon sok magyar állampolgár fog meghalni ennek a törvénynek a hatására. Köszönöm. Az elektromos cigaretta világszerte segít a dohányzás visszaszorításában. Tisztelt Áder János köztársasági elnök úr! Lackó Attila vagyok, 32 éves elektromos cigaretta felhasználó. 13 évig dohányoztam, napi 3 doboz cigarettát szívtam el. Több mint 2 éve az elektromos cigarettának köszönhetően azonnal le tudtam tenni a hagyományos dohánytermékeket. Barátaim és társaim már elmondták, milyen pozitív hatásokat tapasztaltak, mióta elektromos cigarettát használnak. Én ezt a törvénytervezetet egy másik aspektusból szeretném megközelíteni, ami nem más, mint az Európai Uniós tagállamok szervezeteinek szakmai együttműködése. A mindennapjaimban rejtett robbanó szerkezetek felderítését végzem repülőtéri terrárukban. A munkám során elengedhetetlen, hogy az Európai Uniós országokkal együttműködve a szakmai tapasztalatainkat megosszuk egymással azért, hogy a légiközlekedés a lehető legbiztonságosabb legyen. Mi történne, ha én mások szakmai tapasztalatát figyelmen kívül hagynám? 400 tonna lángoló fém terítené be országunkat, amely rengeteg emberi áldozatot követelne. Ez a törvénytervezet szintén rengeteg emberi életet veszélyeztet, mivel a nem dohányzó elektromos cigaretta felhasználókat a dohányosok közé kényszerítenék, ezzel veszélyeztetve az egészségüket és gátolva őket az egészséges élethez való jogukhoz. Szeretném megkérni, hogy vegyen figyelembe azt a kb. 185 külföldi tanulmányt és kutatást, ami az elektromos cigarettával kapcsolatos, és a T/7404-es számú törvényjavaslatot további egyeztetéséig ne léptessék életbe. Köszönöm. Angliában jövőre receptre kaphatnak e-cigarettát a leszokni szándékozók. Üdvözlöm, Kemp Tamás vagyok. Arra szeretném kérni, hogy az én és sorstársaim egészsége érdekében a még dohányzó személyek és a már nem dohányzó személyek érdekében ne írja alá a T/7404-es számú törvénymódosító javaslatot. Gyakorlatilag az abban vázoltak, tudományosan nem megalapozottak, a brit egészségügyi minisztérium és az amerikai járványügyi hivatal álláspontja szerint az elektromos cigaretta jóval kevésbé káros, mint a hagyományos analóg cigaretta. Önök ezt az eszközt gyakorlatilag száműzni szeretnék erről a piacról, valamilyen oknál fogva, valamilyen
eddig senki által nem ismert kutatások alapján, amik megkérdőjelezhetőek. Ez az eszköz nem úgy működik, mint a hagyományos dohányzás, ezért ugyanazon szabályokat nem lehet rá kiterjeszteni. Ez az eszköz folyamatosan fejlődik, nemrégiben kezdték el gyártani az úgynevezett temp-kontrollos készülékeket, és rákkeltő anyagot kizárólag abban az esetben juttathatunk a szervezetünkbe, hogyha a benne lévő utántöltő folyadékot túlhevítjük. Ezekkel a készülékekkel, illetve a jövő még pontosabban mérő készülékeivel, a német gyártású Dani készülékeivel, még pontosabban, a kínainál is pontosabban tudjuk majd mérni, ugye, és szabályozni azt, hogy milyen hőfokon hevítsük a folyadékot, és alakítsuk át ezt gőzzé. És ilyen formában ez már nem fog tartalmazni rákkeltő anyagokat a gőz. Vagy a likvid alapvetően nem is tartalmaz ilyen anyagokat. Természetesen lehet itt olyan kutatásokkal jönni, hogy fogjuk, és egy ilyen készüléke, mint az iStick, őre rácsavarunk egy kis ego átalakítót, rácsavarunk egy ego patront, felnyomjuk 60 wattra, és szétégetjük a patront, de nincs értelme, ugyanis mindenki tudja, aki kicsit is ért ezekhez az eszközökhöz, vagy ez a kutatás edésen manipulált. Erre kazára sem ajánlott rátekerni túl magas teljesítményt. Honnan tudjuk mi azt, hogy mondjuk túl hevítjük a folyadékot? A folyadékot gyakorlatilag ezeknek a likvideknek olyan íze lesz, ami elviselhetetlen, és senki nem szívná úgy, hogy ez szerintem egy nagy tévedés. Én a Vapor Style szerkesztője és tulajdonosa vagyok, ez egy elektromos cigarettás, online elérhető magazin Magyarországon. Gyakorlatilag mi teszteljük a készülékeket, a különböző aromákat és ecigivel kapcsolatos dolgokat, jelenleg blogként üzemelünk, és szerintem mondhatom azt, hogy a teljes szerkesztőségünk nevében kérem azt, hogy ne írja alá, ne szentesítse ezt a törvény módosító javaslatot. Köszönöm a viszontlátásra. Az e-cigaretta hatékonyan, hosszú távon helyettesíteni tudja a dohányzást. Tisztelt Áder János úr, Lévő György Ádám vagyok, 21 éves bugaci lakos és elektromos cigaretta felhasználó. Körülbelül 4-5 év elég kemény kamaszkori dohányzás és számos sikertelen leszokási próbálkozás után sikerült letennem a cigarettát az elektromos változata segítségével. Ez volt több mint 2 éve. Eleinte 18 mg-os folyadékot használtam, mára már csak 3 mg-osat szívok. Az e-cigi a nikotinról is leszoktat, és akkor sincsenek elvonási tüneteim, ha egy-két napig egyáltalán nem használom. Ez a készülék nem tesz arabjává. Mióta elektromos cigit használok, drasztikusan javult az egészségügyi állapotom, sportban látványosan megnőtt a teljesítményem, ízlésem, szaglásom teljes mértékben visszatért, és számos zavaró tényezőtől is megszabadultam, ami a cigarettázással jár. Például kellemetlen szájíz, folyamatos köhögés, gyakori lebetegedések, büdös bagószagú ruházat és környezet. Ezek az észrevételek, változások azok, amik számomra hitelesítették azt a több mint 180 kutatást, tanulmányt, amik kijelentik, hogy az elektromos cigaretta minimum 95%-kal egészségesebb a hagyományosnál. Mára már ott tartok, hogy képtelennék és nukkot is beleszívni az analóg cigibe, mert ez az eszköz megutáltatta velem. Undorral tölt el, ha valaki mellettem dohányzik, és visszataszítónak találom, ha valakin érzem a bagószagot. Emlékeztetem rá, én nem dohányzom. De ha elfogadásra kerül a T7704-es jogszabály, és visszaküldenek a dohányzók közé, akkor milyen jogon fosztanak meg engem az egészségesebb életmódhoz való alkotmányos jogomtól? Ezúton szeretném megkérni önt, hogy ne írja alá a törvényjavaslatot, gondolják újra, vonják be a Villanypára Egyesület tagjait, mint hozzáértőket, tanácsadókat, hogy egy életszerű, mindenki számára előnyös törvény születhessen. Köszönöm a figyelmet! Az elektromos cigaretta életeket ment. Tisztelt Áder úr!
Jó magam 18 évnyi intenzív dohányzást hátrahagyva nyertem vissza mozgékonyságom, kaptam vissza a szaglás és ízlés szabadságát, váltam meg a reggeli krákogástól, és a dohányfüst okozta bűztől immár 3 éve. Hozzá kell tegyem, hogy azóta még csak náthás sem voltam. Tagadhatatlan, hogy a dohányosok orosz rulettet játszanak az életükkel, akár csak az, hogy az elektromos cigaretta mentes mindattól, amitől az egészségügy óv minket. Mélységesen felháborít, hogy az ANTS és a Dohányzás Fókuszpont, akik egészségünk érdekében álltak munkába, mégis visszakényszerítenének minket egy olyan közegbe, egy olyan helyzetbe, amivel az egészségünket kockáztatjuk, amitől 3 éve próbálom magam távol tartani, ismerve annak következményeit, és persze amitől játszik könnyedséggel tudtam megszabadulni ezzel az egyszerű és bizonyítottan egészségesebb alternatívával, az e-cigivel. Arra kérem Áder úr, hogy széleskörű tájékozottsággal, pártatlanság nélkül észszerűen és szakemberekkel való egyeztetés mellett vonja vissza a T/7404-es számú törvényjavaslatot, mely jelenleg meg akar fosztani minket attól a nagy hatékonyságú eszköztől és használatától, melyel végre dohányfüstmentesek lehetünk, és attól a jogtól, ami minden nem dohányzott megillet. Kérem segítsen visszanyerni azt az emberi méltóságot, mely átengedi nekünk a választásjogát a betegségek és az egészséges élet között. Kérem segítsen nekünk életben maradni. Az e-cigaretta halálos áldozatainak száma 10 év alatt 0. Nem dohányzom, Áder úr. Ficsor Zoltán vagyok, ha úgy tetszik Gőzler, ha úgy tetszik Vaper, és magyar állampolgár. Hogy mit adott nekem ez az eszköz? Elsősorban egészséget, másodsorban egy nagyon remek közösséget. Harmadsorban pedig immáron megélhetést. Egyrészt el fogják venni a megélhetésemet, a megélhetésünket. Másrészt be fognak minket kényszeríteni a trafikokba. Abba a trafikba, ami gyakorlatilag egyáltalán nem a mi terepünk. Abba a trafikba, ahol majd 10 milliliteres utántöltőként fogom megvenni az adagomat, ezzel is növelve a környezetem terhelését, hiszen sok-sok 10 millis utántöltő fog elfogyni. Oda fog visszakényszeríteni, ahonnan sikerült kilépni. Oda fog visszatoloncolni, ahol a cigarettát szívják. Vissza fogunk kerülni a dohányfüstbe, vissza fogunk kerülni a dohányosok megvető pillantásai közé. Vissza fogunk kerülni a kezdetekhez. És hogy mit fog elvenni? A mi szabadságunkat fogja korlátozni, de higgy el, hogy ez a legkisebb és a legkevesebb, ami fáj nekünk. A jövő nemzedékétől fogja elvenni azt a lehetőséget, hogyha rászokott a hagyományos dohánytermékre, legyen egy kapaszkodója, legyen egy kiút, legyen egy eszköz, amihez fordulhat. Ön most ezt a lehetőséget fogja elvenni tőlük. Nem tőlünk, hiszen mi már ismerjük ezt az eszközt, és használni fogjuk továbbra is. Kérem, hogy egyszer az életben legyen tökös ember. Gondolja végig, nézze át az anyagokat, amiket a rendelkezésükre bocsájtottunk. Nem kell tudósnak lenni hozzá. Józan, paraszti ésszel gondolja át. És hogyha úgy látja, hogy igazunk van, csak egy ilyen picit is ne írja alá. Ennyit kérünk csak. És akkor büszke lehet magára, és büszkék lehetünk önre mi is. Köszönjük. Az e-cigaretta világszerte dohányosok 10 millióinak segített a leszokásban.
Tisztelt Áder úr! Varga Balázs vagyok, 26 éves, elektronos cigaretta felhasználó, ex-dohányos. Kb. 3 évvel ezelőtt sikerült megismerkednem egy olyan eszközzel, amellyel végre sikerült abbahagynom a dohányzást. Ez az eszköz nem más, mint az elektronos cigaretta. Ez ugyanaz az elektronos cigaretta, amit most törvény keretei közt akarnak korlátozni, és attól tartok ezzel tönkretenni azt. Teszik mindezt úgy, hogy olyan állításokkal állnak elő, amelyeknek semmi valóság alapja nincs, ez bizonyítván ott van az a számtalan tanulmány, amely többek közt kimondja azt is, hogy igenis sokkal, de sokkal egészségesebb az elektronos cigaretta, mint a hagyományos társai. Ezért kérném, Áder úr, ne írja alá a törvényjavaslatot, sőt, ezeket a tanulmányokat elővéve és a Villanypára Egyesület bevonásával közösen dolgozzanak ki egy olyan törvényjavaslatot, amely mindenkinek jó. Mi nem szeretnénk újra dohányozni, mi elektromos cigarettázni szeretnénk. Kérem, ne fosszanak meg minket az egészséges élethez való jogunktól, mi szeretünk elektromos cigarettázni, mi szeretünk így élni. Köszönöm. Az e-cigaretta korunk legnépszerűbb és leghatékonyabb eszköze a dohányzás kiváltására. Tisztelt Áder úr, nem dohányzom. Tóth Gyula vagyok, 30 éves, magyar állampolgár, Gőzlér. Több mint másfél évtized dohányzás után úgy sikerült letennem a cigarettát, hogy nem akartam. Ajándékba kaptam egy évvel ezelőtt barátomtól egy egyszerű kezdőkészletet. Mivel nem nagyon tudtam róla szinte semmit, ezért elkezdtem kutakodni. Találtam egy nagyon jó magyar közösséget az egész mögött. Megtudhattam, hogy az egészség károsítása elhanyagolható, pláne a dohányzáshoz képest. Pár hét alatt letehettem a hagyományos cigarettát, és azóta élvezem ennek a gőzeit. Szeretném kérni, hogy a T-7404-es törvénytervezetet vagy törőjék el, vagy üljenek le valóban hozzáértőkkel átdolgozni. Szeretném kérni, hogy a Magyar Villanypára Egyesületet vonják be a törvénytervezet tervezésébe, előkészítésébe, lektorálásába, és ne csak ígérgessék. Hogy az önökkel közöltek ellentétében valódi szakértők is részt vehessenek, ugyanis ez a törvénytervezet jelenleg egyrészt teljes mértékben gátolja a célját, hiszen az egészség megóvása lenne itt a cél, másik engem, mint nem dohányost, megfoszt az alapjogomtól, miszerint jogom lehetne egy egészségesebb élethez és egészségesebb környezethez. Kérem, tegyék félre a gazdasági nyomást, tegyék félre a pártnyomást, és próbáljon meg aszerint dönteni, hogy itt emberek életéről van szó. Köszönöm, hogy meghallgatott. A brit egészségügy bátran ajánlja az e-cigarettát minden dohányos számára. Jó napot kívánok, Szilágyi András vagyok, 50 éves ex-dohányos. Tisztelt köztársasági elnök úr, én már nem dohányzom. Másfél évvel ezelőtt találtam rá az elektromos cigarettára, és azóta nem gyújtottam rá. Ez ott a másfél év alatt annyit javult az egészségi állapotom, hogy hihetetlen, nem is gondoltam volna. Újra szívesen ülök föl a biciklire, újra szívesen sportolok, futok, hegyet mászok, uszodába járok, és minden egyéb sporttal, amit eddig szenvedélyesen űztem volna, ha bírtam volna, de általában fél óra, egy órán belül bármilyen sportűzés közben kifáradtam. Tehát amit eddig űztem volna, de nem sikerült, azokat most újra tudom csinálni. Újra egészségesnek érzem magam, fitnek és boldognak, hogy nem kell bemennem a trafikba, nem kell a dohányzásra kijelölt helyen téblábolnom, és szívnom a káros, büdös füstöt. És nem is szeretném ezt csinálni többet. Kérem, a TÉPER 7404-es törvényjavaslatot ne írja alá addig, amíg nem egyeztetett ehhez hozzáértő emberekkel. Ne írja alá, mert ezzel újra visszakényszerít engem,
és többeket, a feleségemet, a fiamat, akik szintén elektromos cigaretta használók, visszakényszerít a dohányosok közé, holott mi már nem dohányzunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Sziasztok! Mizsei Mátyás János vagyok, 20 éves, 2 éve elektromos cigaretta felhasználó. Dohányozni kis 10 éves koromba kezdtem el, és 18 éves koromra már olyan egészségügyi problémák jelentkeztek, amik biztosan a dohányzáshoz köthetőek. Reggelente kölgtem, aluszékony voltam, teljesítőképességem a nullán volt, mindenféle betegséget könnyen elkaptam. Amikor átálltam az elektromos cigarettára minden probléma nélkül, ezek a tünetek fokozatosan eltűntek. Az életem gyökereiben változott meg, a dohányos problémáim a múlt élettek. Új embereket ismertem meg, többet mozgok, egy sokkal pozitívabb életet élek. Most, hogy a TPER 7404-es törvényjavaslat bekerült a kormány elé, úgy érzem, hogy annak a lehetőségét veszik el tőlem, hogy teljes értékű ember lehessek, annak a lehetőségét, hogy egészségesebben éljek. Nem az egészségem, hanem a pénzt akarják, nem azt nézik, hogy az ember egy élőlény, azt nézik, hogy az ember egy fogyóeszköz. Nem érdekli őket az igazság, csak a zsebük. Nem veszik figyelembe azt a rengeteg nemzetközi kutatást, ami alátámasztja, hogy az elektromos cigaretta a 21. század egyik legnagyobb lehetőségét hordozza magában. A dohányzás elleni harcban. Azokat száműzik vissza a dohányzásba, akiket pont, hogy a legjobban védeinünk kellene, a dohányzásról leszokott embereket. Tisztelt köztársasági elnök úr, kérem ne írja alá a javaslatot. Köszönöm. Az elektromos cigaretta nem veszélyezteti használója környezetét. Sziasztok, Harka Zoltán vagyok, 3,5 éve használom az elcigit, most már viszonylag hosszú ideje. Számomra sokkal több mindent adott, mint vártam. Egyszerűen visszatért a szaglásom, a tüdőkapacitásom megnőtt. Igazából, mintha visszatértem volna a nem dohányzom korszakba. Azzal, hogyha a kormány elveszi tőlünk ezt az egészet, vagy akár tőlem is, vagy tőletek, szerintem majdnem ott vagyunk, mint hogyha visszatérhetnénk a rendes dohányzásra. De ezzel az elcigizéssel szerintem mindenki jobban jár. Főleg mi. Köszönöm, sziasztok! Az emberek a nikotinért dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. Sziasztok, ismét kijövünk a ködből, Gabi vagyok. Sziasztok, Viktor vagyok. És elmondjuk, kik vagyunk, mik vagyunk, és mit csinálunk. A mit csinálunk kérdésre a legegyszerűbb a válasz, nem cigizünk, vépelünk. És az a helyzet, hogy amióta vépelünk, idestova 9. hónapja, tökéletesen meg vagyunk vele, tökéletesen egészségesek vagyunk, megszűnt a köhögés, megszűnt a fejfájás, és a többi, és a többi. Minden olyan analóg dohányzásra jellemző tünetünk vépeléssel megszűnt. Tehát, hogyha ez alá megpróbál valaki odavágni, az azt jelenti, hogy annak az illetőnek, vagy azoknak az illetőknek nem fontos, hogy azok az emberek, akik átszoktak az e-cigarettára, sokkal jobb életminőséget képesek ezáltal fenntartani. Az, hogy megszüntetik annak a lehetőségét, hogy beszerezzük a likvidet, a felújításhoz szükséges húzalt, vattát, egyebet, hogy új tankokat vegyünk, hogy bevizsgált minőségű, biztonságos akkumulátorokat, boxmodokat, egyéb egoaksikat és ilyesmiket vegyünk, annak nem fontos a jólétünk. Én úgy gondolom, hogy egy társadalomban az a legfontosabb, hogy annak vezetői igenis szem előtt tartsák, hogy nekünk mi a jó. Nekünk az nem jó, hogy minket a dohányosok közé kényszerítenek és korlátozzák a lehetőségeinket. Több év dohányzás után szoktunk át a vépelésre, és teljesen királyul meg vagyunk vele. És nem csak az, hogy királyul meg vagyunk vele, jól vagyunk. Jól vagyunk. És senkinek nincs joga ahhoz, hogy bármilyen nemű korlátok közé szorítson minket, nem csak minket, titeket is, és mindenkit, aki a véperek társaságába, társadalmába tartozik, mert nem azért csináltuk végig a leszokással való tortúrát, hogy most mindezt valakik, egy kerekasztal lovagjai, egy tolvonással mindezt semmissé tegyék,
csak azért, mert a dohányiparban nagyobb a biznisz. Úgyhogy gyertek el, álljatok az ügy mellé, legyetek ott, tartsatok velünk. Mert vépelni jó! Sziasztok! Sziasztok! Az elektromos cigaretta világszerte segít a dohányzás visszaszorításában. Tisztelt Áder János úr! Bakman Zoltán vagyok, 41 éves. Ex-dohányos. 22 évi dohányzás után végre sikerült leszoknom a cigarettáról. Méghozzá az e-cigaretta segítségével. Ezt annak idején egy barátom ajánlotta nekem, és én mindjárt vettem is egyet. Nem sok reményt fűztem hozzá, de az csodát, egy hónapon belül le tudtam szokni a cigarettáról. Abba tudtam hagyni. Ma már 2,5 éve, hogy nem dohányzom, hanem e-cigaretta használó vagyok. Természetesen próbálkoztam előtte leszokni, simán nem rágyújtással, nem működik. Tapasszal, nem működik. Rágógumival, nem működik. Ez működik. Ez jó. Ez segített. Olyan szinten segített, hogy mára visszanyertem a kondíciómat, visszanyertem a szaglásomat. Olyan illatokat érzek, amiket annak idején soha nem éreztem. A számban olyan ízeket érzek, amiket annak idején soha nem éreztem. Ha összegeznem kéne, hogy mit adott nekem az e-cigaretta, egy szóval tudnám összegezni. Egyetlen egy szóval. Szabadságot. Óriási szabadságot adott nekem. Hiszen annak idején, mikor eljártunk vásárolni, visszaemlékszem rá, amikor jártunk vásárolni, nagy bevásárlást tartottunk feleségemmel. Elmentünk egy nagyobb bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe. Én 15-20-30 perc után már azt kerestem, hogy hogy tudnék kilógni, elszívni egy 100 cigarettát. Mára ezek megszűntek. Az e-cigaretta nem okoz függőséget. Igenis meg lehet állni, igenis félre lehet tenni. Ha bemegyek a hipermarketbe, nincs az, hogy ott büfékelek, vagy gőzölök mindenki órába. Nem, másfél órát simán kibírom röhögve. Ma már mosolyogva megyek el a dohányboltok mellett, hogy meg tudtam szabadulni tőlük. Hogy nem kell beszaladnom cigarettát vásárolni. Hogy nem kell azon idegeskednem, hogy van-e cigarettám, vagy van-e itthon dohányom, vagy van-e hüvelyem. Hogy lesz-e cigarettám. Elmúltak ezek a dolgok. Nem beszélve arról, hogy elmúltak azok, amik miatt nap mint nap szenvedtem. A reggeli köhögések. Éjszaka. Éjszakai köhögési rohamok, amiket a cigaretta okozott. Aztán továbbiakban a hétvégi családi ebéd. Amikor elmentünk családi ebédekre, én legszívesebben mindig az utolsó fogással, vagyis a desszerttel kezdtem volna, mert már azon járt az eszem, az agyam, hogy szaladjak ki dohányozni. Gyújtsak rá. Igen. Mikor kimentem rágyújtani és visszajöttem, akkor mindenki csak röhögött rajtam, szántak, sajnáltak, büdös bagosnak neveztek, stb. Ma már tudom, miről beszéltek. Bár akkor is tudtam, hogy miről beszélek, de akkor szégyeltem magam. Ma már értem. Tisztelt Áder János úr, kérem Önt, hogy ezt a törvényjavaslatot, ezt a T/7404-es törvényjavaslatot ne írja alá, hanem adja vissza felülvizsgálatra. Igenis, vizsgálják meg. Vonjanak be független szakértőket, mert amik mostanában szányra keltek, vagy szányra kaptak a médiában, ezek az elferdítések, ezek a meghamisított, akárminek is nevezhetem őket, teljesen mindegy, egyszerűen vérlázító és bosszantó. Ne tegyük azt, hogy embereket taszítunk vissza, akik kőkeményen, éveken keresztül küzdöttek, hogy le tudjanak szokni a dohányzásról, hogy visszakerüljenek a passzív dohányosok közé, amiről tudjuk, hogy sokkal veszélyesebb, mint a dohányzás.
Nagyon szépen kérem őt, hogy gondolja át józan ésszel, és úgy döntsön, adja vissza, vizsgálják felül, független szakértőket, vagy szakértőket vonjanak be, és ne tegyék ezt az emberekkel, ne tegyék tönkre az egészségüket, hiszen minden állampolgárnak, vagy magyar állampolgárnak joga van az egészséges életmódhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Az e-cigaretta korunk legnépszerűbb és leghatékonyabb eszköze a dohányzás kiváltására. Tisztelt Áder úr! Horváth Judit, 34 éves magyar állampolgár vagyok. Elektromos cigarettát használok én már több mint 4 éve. 10 évig voltam nagyon erős dohányos, sosem hittem benne igazán, hogy legalább napi 40 száról valaha le fogok mondani. Egyszerűen szerettem dohányozni. Az elektromos cigarettát is csak kíváncsiságból próbáltam ki, nekem volt a legnagyobb meglepetés, hogy ennél maradtam. Ennek pedig egyszerű oka volt, miközben a káros hatásai elenyészőek, az ettől kapott élmény sokkal jobb, mint a dohányzás. Ezt semmilyen más módszer vagy segédeszköz nem tudja nyújtani. Szeretném felhívni a figyelmét egy olyan körülményre, ami hosszú távon nagyon sok magyar ember halálát fogja okozni, és még többtől veszi el a lehetőséget, hogy az életminőségét javítsa. Ön és jelenleg csak is ön tehet az ellen, hogy ez megtörténjen, és nyomatékosan kérném, hogy mint posztjának felelős viselője, mint lelkiismerettel rendelkező emberi lény, tegye meg, amire szükség van, tagadja meg az aláírását. Hamarosan ön elé kerül a nem dohányzók védelméről szóló törvény megújítását célzó tervezet. Ennek az elektromos cigarettákra vonatkozó része önmagában is botrányos, de ahogyan az eljutott odáig, hogy jelenlegi formájában ön elé kerüljön, az vérlázító. Most önön a sor, hogy megállt parancsoljon, megkövetelje, hogy egy demokráciában demokratikusan szülessen meg egy törvény, azaz az érintettekkel egyeztetve, és ne azokat károsítsa, akinek a védelméről szól. Az elektromos cigaretta használók ugyanis nem dohányosok, nem kötelezhetők arra, hogy dohányboltból vásároljanak, passzív dohányzásnak legyenek kitéve, és elveszítsék mindazt a termékválasztékot, mindazt a szakértői, eladói hátteret, ami jelenleg rendelkezésükre áll. Valamint elveszítsék még arra is a jogot, hogy tanácsot kérjenek és kapjanak az interneten. A jelenlegi dohányosok sem érdemlik meg, hogy elvegyenek tőlük egy olyan lenyűgöző lehetőséget, ami minden erőfeszítés nélkül megszabadítaná őket a dohányzás rabságából, jóval meghosszabbítva és javítva az életüket. De leginkább és mindenek előtt a jelenlegi dohányosok hozzátartozói és gyermekei nem érdemlik meg, hogy csak azért kelljen továbbra is az egészségüket súlyosan károsított dohányfüstben élniük, valamint ideje korán elveszíteniük egy apát, feleséget, testvért, mert egy cinikus, hozzáértés nélkülöző és senkit meg nem hallgató brigád módszeresen ellehetetlenítette, hogy szerettük valaha is letegye a cigarettát. Nem kérünk sokat, Áder úr, önnek egyetlen apró cselekedetébe kerül sok-sok élet megmentése. Tudva, hogy a kezében volt a lehetőség tenni ellene, szeretné a lelkére venni a következő évtizedekben a dohányzás miatt meghaló összes honfitársa vesztét? Nagyon remélem, hogy a válasza egyértelműen nem. A brit egészségügy bátran ajánlja az e-cigarettát minden dohányos számára. Tisztelt Áder úr! Kérem, hallgasson meg minket most. Én Kremán Bálint vagyok. 9 év láncdohányzás után, hála az elektromos cigarettának, le tudtam tenni. Egyik napra a másikra. Ez a 9 év alatt próbáltam én mindennel már. Rágók, meg... egyéb ilyen dolgok, de semmi nem vált be. Nagyon sokat adott nekem ez idő alatt az elektromos cigi, mióta szívom. Teljesen megváltoztatta az életemet. Az utóbbi időben, mióta váltottam, sokkal jobban érzem magam, újra érzek illatokat, ízeket rendesen, jobban tudok mozogni, egy olyan közösséget ismertem meg ezáltal, akik mind kedves, tisztességes, becsületes emberek, kiktől annyi mindent venne el a közösségi kapcsolaton felül is, hogy szerintem nem éri meg. Kérem, ne írja alá a törvényjavaslatot, ezáltal megmentheti emberek életét. Kérem, olyan törvényjavaslat legyen iktatva, amivel konzultált olyan emberekkel, akik hozzáértenek, és el tudják önnek mondani,
és hivatalos dokumentumokkal alá tudják támasztani, hogy miért is más az elektromos cigaretta, és mitől jobb, mint egy normál, hagyományos cigaretta. Mivel leszoktunk már egyszer a cigarettáról, visszarakni minket abba a státuszba, mint dohányosok, és beküldeni minket dohányboltokba egy olyan csábítás, ami szerintem diszkriminál minket a szabad döntésünkben, hogy nem dohányzunk. Berakni minket újra a dohányosok közé a kijelölt helyekre nagyon diszkrimináló számunkra. És ez nem korrekt. És az egészségünkre is veszélyes. Nem elég probléma, hogy ennyi éven át mérgeztük magunkat cigarettával. De amikor végre sikerül abbahagynunk, még vissza akarnak minket rakni ebbe a kategóriába, szerintem nagyon szomorú. És kérem, tényleg őszintén kérem, ne tegye ezt velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott, és még egyszer kérem, ne írja alá a törvényjavaslatot, ne iktassa. Köszönöm szépen. Az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Szép napot, elnök úr! Dávid Zsolt vagyok. Jelenleg nagy valószínűséggel egy olyan törvénytervezet van ön előtt, aminek a jóváhagyásával olyan emberek jövőbeni egészségvédelmét akadályozza meg, akik már elektromos cigarettáznak, vagy most akarnak átállni egy olyan alternatívára, ami 95%-kal egészségesebb a hagyományos dohányzásnál. Jó magam, sok mindennel próbálkoztam, és jelenleg már több mint 2 éve nem gyújtottam rá. Ez az eszköz lehetőséget adott arra, hogy egy olyan alternatívát használjak, ami mind a saját, mind a környezetem egészségére ártalmatlan. Ezért arra kérem, ne írja alá a törvényt. Nem csak azért, mert rengeteg klinikai kutatás bizonyítja, hogy ami alapján ezt a törvénytervezetet javasolták, tele van csúsztatással, hanem azért, mert én nem akarok ott vépelni, ahol dohányoznak, mert én nem dohányzom. Végre megszabadultam attól a gyilkos cigarettától. A törvény alapján nem megvédeni, hanem ellehetetleníteni akarnak engem, minket, elektromos cigarettázókat, és visszakényszeríteni a dohányzásra. Mert kevés a bevétel, még több rákos betegre van szükség. Engem ugyan nem fognak, ha kell, feketén, bármilyen módon, de be fogom szerezni a számomra szükséges dolgokat. Viszont azok az emberek, akik még csak most kezdték, vagy kezdenék el az elektromos cigarettát, azok biztosan visszatérnek a dohányzásra. És akkor nekik nem segített a törvény, ahogy azt a törvény előkészítői állítják, hanem visszaküldik őket a lassú, ám de biztos halálba. Az elektromos cigaretta nem veszélyezteti használója környezetét. Szedek Péter vagyok, elektromos cigaretta használó. 2 éve szoktam át az e-cigarettára, 24 év dohányzás után. Tisztelt Áder János köztársasági elnök úr! Arra kérem, hogy a T7404-es törvénytervezetet ne fogadja el, hanem küldje vissza normakontrollra. Ez a törvény rossz, minden szakmaiságot nélkülöző. Visszaküld minket a dohányzók közé, és munkahelyeket szüntet meg. Megvonja a leszokás lehetőségét a dohányosoktól. Csorbítja az egészséges élethez való jogot. Ha olyan józan gondolkodású, az emberek érdekeit szem előtt tartó köztársasági elnök, akkor a T7404-es törvénytervezetet nem írja alá. Köszönöm, hogy meghallgatott. Az emberek a nikotinért dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. De basszátok meg, ilyenkor persze... Nyilvános kivégzésre kényszerít a kormány magyar állampolgárokat országszerte. Az ellenük fellépő egyesület tiltakozását 9-5 arányban elutasították a Népjóléti Bizottság Fidesz-KDNP tagjai. Rögtön jövünk, ez itt az érdekes. Hölgyeim és uraim, a mai 3 téma helyett csak egyet fogunk kivesézni, de azt azért alaposan. A fiatalabbakat ez annyira nem fogja érdekelni, úgyhogy ti srácok kattintsatok ide, hogy meg tudjatok nézni egy másik részt. Az elmúlt 2 hónapban a magyar kormány mindent megtett azért, hogy lassú halálra ítélje a lakosság majdnem 1/3-át. Igen, több mint 2 millió emberről van szó. Ez hülyeség, hogyan ölnének meg már 2 millió embert? Hát módszeresen.
Évente több mint 5 millió ember hal meg a világon dohányzás következtében, ebből csak 28 ezer Magyarországon. Mivel a dohányzást a függőség miatt nem könnyű abbahagyni, ezért a leszokáshoz is többféle segédeszköz fejlesztettek ki. Nikotintapaszt, nikotinos rágót, nikotinos cukorkát, mindenféle nikotinos cuccot. De ezek közül a leghatásosabb az elektromos cigaretta. Na most biztos páran felhőkölnek, hogy hú, de hát az is káros, olvastam az interneten, meg van benne nikotin. Miért a cukorkában nincsen, a tapaszban nincsen, a rágóban nincsen? Káros a nagy szar. Több ország kormánya is támogatja a leszokást ezzel az eszközzel, mert már bizonyították, hogy 95%-kal kevésbé káros, mint a normál dohányzás. Na meg negyed annyiba kerül a költsége, mint a hagyományos ciginek. Na ezt a lehetőséget készül elvenni a kormány az emberektől úgy, hogy egy szabályozással átalakítják az egész piacot, és ezzel gyakorlatilag halálra ítélik a még dohányzó embereket, és azokat a már nem dohányzókat, akik elektromos cigarettát használnak, de nem fogják tudni beszerezni a szükségleteiknek megfelelő terméket. Szánalmas. Nem elég, hogy elveszik, de azért, hogy a céljukat minél zökkenőmentesebben elérjék, október óta lejárató kampányt folytatnak a médiában az e-cigi ellen, azért, hogy elhitessék az emberekkel, hogy a zöld, az már pedig piros. Zöld. Nem, ez itt piros, te fattyú. Ja, piros. Az uniós irányelvek miatt kellett pontosan meghatározni az elektromos cigaretta fogalmát és a forgalmazásának a feltételeit meg egy kicsit szabályozni. Na ezt használták ki a mutyizók azért, hogy a saját és a haverjaik zsebét most ismét meg tudják tömni. Az elektromos cigaretta is egészségkárosító lehet a szakállamtitkárság szerint. Ezért támogatják, hogy az e-cigit is csak trafikokban lehessen megvásárolni. Adatok vannak arra, hogy 10-ből 7-ben van nikotin, tehát van egy jelentős megtévesztés azok mögött, amik a nikotinmentesek, nemzetközi szakirodalomban fellelhetők ezek az információk. Nem véletlen, hogy világvezető szakemberek azt mondják, hogy az elektronikus cigaretta báránybőrbe bújt farkas. Báránybőrbe bújt farkas. Báránybőrbe bújt farkas. Farkas. Központi dohányellátó létrehozását tervezi a kormány. Az ellenzék által trafiktörvény 2-nek nevezett elképzelés szerint jövő májustól a nemzeti dohányboltok csak egy központi ellátócégtől vásárolhatnának dohányt. Az együtt szerint a jogszabályt Lázár János közeli ismerőse az egyik dohánycég tulajdonosára szabták. Ha valóban ő működteti majd a dohányellátót, az ellenzéki párt számításai szerint évi 5-6 milliárdos profithoz juthat. A nyilvánosságra került tervezet szerint a trafikosok ezután közvetlenül nem vásárolhatnának a nagykereskedőtől, hanem csak az újonnan felállítandó dohányellátótól. A gyártók és a nagykereskedők is csak nekik adhatnák el a termékeiket. Lázár János és üzlettársai falánksága, pénzéhsége egészen egyszerűen kielégíthetetlen. Azt sem veszik figyelembe, hogy az elektromos cigaretta a használója számára annyira nagyságrendekkel kevesebb egészségkárosító kockázatot jelent, hogy ezt az eszközt használni inkább bátorítani kellene minden dohányost arra, hogy próbálja ki ezt az eszközt. Ezt az eszközt mostantól csak és kizárólag a kijelölt dohányzó helyeken használhatják. Így azon emberek, akik éppen leszokni kívánnak a dohányzásról, bemehetnek a füstös szobákba, a füstös terekre, és ott szívhatják el dohányáruikat. Csak azért, hogy a trafikosoknak egy újabb bevételi forrást biztosítson a kormány. Trafik Mutyi 2. Hamarosan a legközelebbi dohányboltokban. Az e-cigi fogyasztóit védő érdekképviseleti szervezet a Népjóléti Bizottsághoz fordult, hogy megtámadják a törvényjavaslatot, de ha ez nem sikerülne, legalább azt el tudják érni, hogy szakértők részt vehessenek a szabályozás megalkotásában. Na, itt jöttek képbe a Népjóléti Bizottság Fidesz-KDNP tagjai, akik azt mondták, hogy na-na, hát mi hasznunk nekünk abból, hogyha olyan emberek is részt vesznek a törvény megalkotásában, akik tudják is, hogy miről beszélnek. Nem, az nekünk nem jó, inkább bízunk olyanokra az egész, akik nem láttak még elektromos cigarettát életükben közelről sem. Ez ugyanolyan, mintha elvinnéd megszereltetni a kocsidat egy varrónőhöz. Lehet, hogy kurva jó csipkés bugyit var, de hogy a lengés csillapítódat szarul fogja berakni, az tuti. Szóval 9-5 arányban elutasították, ez lett volna az utolsó esély, hogy alkotmányos joguktól, az egészséges környezethez való emberi jogtól ne fosszák meg az embereket. A szabályozását úgy tervezik, hogy a jövőben csak is nemzeti dohányboltban lehessen kapni magát a készüléket, az utána
töltőfolyadékot és az összes alkatrészt. Mindemellett használatát csak is a kijelölt dohányzó helyeken engedélyeznék, ahol ezek a gyakran már több éve nem dohányzó emberek ki vannak téve a passzív dohányzás veszélyeinek. Ebben a szabályozásban több dolog nem stimmel. Ma, ha bemész egy elcigi boltba, egy egész üzletnyi felszerelés található. A különféle porlasztóktól a japán vattákon át a több tízezres készülékekig. Nem beszélve az eladó szakértelméről, amit sokszor évekig tart elsajátítani. Ha bemész egy nemzeti dohányboltba, mit látsz? Adjon abból a pirosból egy dobozzal, meg egy öngyújtott cső. Nyugdíj előtt álló nénike a fia révén hozzájutott a mutyiban egy dohánybolthoz, és most ő fogja nekem eladni az elcigimhez a dolgokat. Kázi csókolom, Tari néni, adjon már nekem 10 milli kókuszos és 30 milli csokis likvidet 6 mg nikotinnal. És egy méter 0,5 ohmos kontálhúzat a Typhoon GT-mhez. Az asszonynak meg viszek egy 1.8-as DVC porlasztot, mert nem szeret tekárni a lelkem. Ja, meg ha már itt vagyok, egy 2800 mAh-es 18650-es tartalék akkumulátort az iStick 60-hoz, mert igen döcög mostanában a kicsike. Lacika, ne szórakozzál már! Inkább vegyél egy csík Marlborót! És ez nem vicc, az ilyen igények teljesen hétköznapiak egy elcigi szaküzletben. De erre is megvan a megoldás a törvényjavaslatban. Le kell szűkíteni az elcigi kínálatot a legminimálisabbra. Na de hogyan? Basszunk ki rá 6 hónap termékbejelentési időt! Yeah! Na és ez mit jelent? Bejelentés esetén a bejelentésre kötelezettnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az egészségügyi államigazgatási szerv részére. A mi termék fajtánként kb. 4 millió forint, na most, hogyha azt nézzük, hogy mennyi termék van egy e-cigi üzletben, akkor abban az esetben, hogyha ugyanezt a színvonalat szeretnénk biztosítani ezeknek a már nem dohányzó embereknek, egy közepes felszereltség üzletnek, aminek van kb. 500 féle terméke, pontosan 125 millió forintot kell befizetni a igazgatás szolgáltatási díjként. A kurva anyád. Ki fogják fizetni az emberek ezt az összeget? Ki tudják fizetni ezt az összeget? Nem. Mit fognak helyette árulni? Ezt. Ez az elektromos cigaretták szégyene. Ez semmire nem jó. Előbb lehetne tamponként használni, mint arra, hogy helyettesítse a dohányzást. Na ez egy olyan elektromos cigaretta, ami 100%-osan tudja helyettesíteni a dohányzást. De legalább egy ilyen kell azoknak, akik napi egy dobozzal elszívnak. Mivel ezeket senki nem fog járulni hivatalosan, mert még az internetes kereskedelmet is leállítják, ezért csak a fekete piacon lehet hozzájutni, garancia és megfelelő tájékoztatás nélkül. Igen! Magyarországon megalakulhatnak a világon egyedülálló e-cigi maffiák. Nos, kedves uraim, eljött az idő. Magyarország felé kell terjeszkednünk. Milyen ország felé, keresztapa? Magyarország, te sutyó. Nem mondd, hogy nem hallottál róla. Ha valaki nem akarja majd dílerektől beszerezni az alkatrészeket és a likvideket, akkor marad a drága gyógyszertári, nikotinos tapasz és rágó, majd miután ezek nem elégítik ki az igényeket, visszaszoknak a dohánytermékekre, aminek az árát most amúgy is növelik, és ki jár jól az egészből? A kormány és a haverok. Érdekes? Az e-cigaretta korunk legnépszerűbb és leghatékonyabb eszköze a dohányzás kiváltására. Tisztelt Áder János köztársasági elnök úr, tisztelt felelős döntéshozók! Mondovics Lászlóné vagyok, 32 éves, magyar állampolgár, kalocsai lakos. 16 éves korom óta erős dohányos voltam, de immár másfél éve gőzlér, vagyis csak elektromos cigarettát használok. Ez a készülék segített nekem abban, hogy mindenféle kellemetlen mellékhatások nélkül sikerüljön száműznöm az életemből az egészségre bizonyítottan káros cigarettát. Ennek köszönhető, hogy sokkal jobbnak érzem az egészségi állapotom, jobb lett az állóképességem, elmúltak a légzési nehézségeim és íny problémáim, és megszabadultam az állandósult reggeli köhögéstől. Arra kérném Önöket, hogy gondolják át a T7404-es számú törvényjavaslatot, mielőtt ebben a formában megszavazzák. Ez a törvény a nem dohányzók védelméről szólna, viszont ezzel engem és sok más elektromos cigarettát használó, s így nem dohányzó társamat visszakényszerítik a dohányosok közé. A szakboltok bezáratásával és az elektromos cigaretta nemzeti dohányboltokba való küldésével a jelenlegi forgalmazókat és alkalmazottaikat fosztanák meg a munkájuktól,
a felhasználókat pedig attól, hogy szakszerű segítségnyújtásban részesülhessenek akár az első készülék és utántöltő folyadék kiválasztásánál, akár a későbbi esetleges problémáik kapcsán. Természetesen egyetértek azzal, hogy szükség van bizonyos szabályozásra, például a vásárlók életkorának és a termékek ellenőrzésének tekintetében, de úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat jelenlegi formájában erősen túlzó korlátozásokat tartalmaz. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem ne feledjék, mi nem dohányzunk, Áder úr. A brit egészségügy bátran ajánlja az e-cigarettát minden dohányos számára. Üdvözlök mindenkit! Csík Zoltán, 46 éves elektromos cigaretta felhasználó és üzletőrönös vagyok. 30 év dohányzással a hátam mögött, többszöri próbálkozás után az elektromos cigaretta használatával sikerült leszoknom, illetve végleg letennem a hagyományos cigarettát. Több mint 700 napja nem bűtöttem rá. Az alapvető motivációt kisfiam adta. Többször hangoztattam, hogy a cigizek és meghalok, ki fogja őt felnevel. Másik szintén ösztönző erő cigaretta ára volt. Ugye mindenki ismeri az érzést, mikor gyermeke a játékból kirakat előtt sóvárogva figyeli a szebbnél szebb dolgokat, majd megjegyzi, tudom apa, nem lehet minden nap venni valamit. Elszégyeltem magam, hiszen naponta 1000 forintnál is többet költöttem cigarettára. Ekkor hoztam meg életem egyik legjobb döntését. Nem bántam meg abszolút, ugyanis mióta nem dohányzom, sokkal jobban érzem magam, nem büdösek a ruháim, kisfiam is sokkal boldogabb. Időközben már nem csak elektromos cigaretta felhasználó, hanem forgalmazó is vagyok. Az elmúlt másfél évben szinte kötelességemnek éreztem, hogy minél több embernek tudjam biztosítani ezt a remek lehetőséget, hiszen nekik is joguk van egy egészségesebb élethez. Most azonban a kormány egy igen rossz döntésre készül. Az elektromos cigaretta ellehetetlenítésével több ezer embertől venni el a leszokás és egy jobb életminőség lehetőségét. Nem is beszélve arról, hogy jó magam, és több elektromos cigaretta szaküzlet megélhetése is veszélybe kerülhet ezzel. Kérem önöket, hogy mielőtt meghoznák ezt a rossz döntést, vegyék figyelembe azt a több száz pozitív kutatási eredményt, több ezer felhasználói vélemény, ami az elektromos cigaretta használata mellett szól. Ne vegyék el tőlünk a jogainkat, ne legyünk ismét dohányosok, a nem dohányzók védelme szlogán mögé bújtatva. Ezúton kérem Áder János köztársasági elnök urat, hogy a D7404-es törvényjavaslatot ne fogadja el, mert ezzel megfosztana több ezer embert egy jobb élet lehetőségétől. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Sziasztok, MC Haver vagyok. Ezt a videót csak azért készítem, hogy elmondjam, hogy 36 évnyi dohányzás után váltottam el cigarettára, és már 3 hónapja nem dohányzom. Látom itt a mizériát azzal kapcsolatban, hogy az e-cigiseket a dohányosok közé akarják szorítani. Ez ellen én is maximálisan tiltakozom. Köszönöm, ha meghallgattatok. Hello! Az elektromos cigaretta nem veszélyezteti használója környezetét. Tisztelt Köztársasági Elnök úr! Gyaksi János vagyok, apa, férj, gyerek és dolgozó, adófizető állampolgár. 51 éves vagyok és 15 éves korom óta dohányoztam. Ennyi év alatt a pásztától a napi 2,5-3 doboz erős töltött cigarettáig jutottam el. A reggel ébredéskor első mozzalattal rágyújtottam, minden kávé mellé rágyújtottam, minden evés után rágyújtottam. Egyre többet és többet szívtam el. Egészségi állapotom nem a legjobb, ebbe a dohányzás is belejátszott. 2013 karácsonyán szívtam az utolsó szár cigarettát, azóta csak elektromos cigarettát szívok, ami gyökeresen megváltoztatta az én és családom életét. Nem kell szagolni ezt a föltelmes bűzt, ami a cigarettázással jár, nem büdös a házam, nem büdös a ruhám, az autóm. Jobb a közérzetem, jobban érzékelem az ízeket, illatokat, szagokat. Fizikai teljesítőképességem is messze jobb, mint amikor dohányoztam. Kérem, ne kényszerítsenek vissza a dohányosok közé. Ön, mint nem dohányzó ember sem szívesen tölteni pihenő vagy szabad élét egy cigaretta füsteltelű dohányzó helyen. Természetesen én is kipróbáltam minden elérhető leszoktatást, elősegíteni a hivatott készítményt, de nem jártam sikerrel. Ami nem feltétlenül az én kudarcomnak tartok. 34 év berögzülését nem lehet csak úgy törölni. Kérem, hogy a TÉPER 7404 számú törvényjavaslatot további egyeztetésig ne léptessék életbe. Hallgassanak meg, olvassanak el független, hiteles tanulmányokat a témával kapcsolatban, egyeztessenek képviselőinkkel.
józanészre gondolkodva az emberek egészségét kellene szem előtt tartaniuk, nem különböző érdekeket, kívánalmakat, ami nem feltétlenül a szavazó polgárokat szolgálja. Köszönöm meg tisztelő figyelmét! Az emberek a nikotinért dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. Lukács Jánosné vagyok, 58 éves, Rábapatyi lakos, 73-tól egész 2015. június 15-ig dohányoztam, sajnos nagyon sokat, anyagiakban is nagyon sok elment erre, amit dohányzás végett, sok mindent le kellett mondani. És nagyon örülök neki, hogy június 1-ével le tudtam szokni a cigarettáról, nem csak én, a férjemmel együtt, mind a ketten leszoktunk. Az igaz, hogy 3 napig egy kicsit hiányzott a füst, de én nagyon hamar megszoktam az elektromos cigarettát. A férjem az 1 hét után, és ő is nagyon jól érzi magát. Jó a közérzete, az enyém is. Az igaz, hogy egyikünk se köhög azóta, ha csak influenzások nem vagyunk, de különben anyagiakban annyit szeretnék mondani, hogy mióta nem doházunk, ez a fél év alatt is, ami havi 48 000 forintot jelentett, abba azt a lakásra tudtam fordítani. És több egyéb dologra teszem föl, például olyanra, hogy el tudunk menni több helyre autóval, olyan helyekre, amit eddig nem tudtunk megtenni, a pénz hiányával, mivel hogy hát a cigaretta elvitte azt, amire el tudtam volna költeni ezt máshova, hasznosabb dologra. A családunkban az unokaöcsém is rászokott az elektromos cigarettára, pedig ő is nagyon sokat dohányzott, napi 2 doboz, sőt több, és mióta rászokott az elektromos cigarettára, ő se köhög, jó a közérzete, jól érzi magát, és ő se bánta meg, hogy ezt kipróbálta. És amióta ezt az elektromos cigarettát használom, 6 hónapja használjuk férjemmel, azóta a lakásunkat fel tudtuk újítani, úgyhogy nem kellett fölvenni kölcsönt, semmit, azt a pénzt rá tudtam fordítani a lakásra, jobban, nyugodtabban élünk, nyugodtabb a közérzetünk, nem idegesít az, hogy jaj, most cigarettát kell venni, rá kell gyújtani, nem, ez nagyon jó így. Én havi 1 ampullát használok, nekem az elég, a férjem az 2, önnek is elég, és nagyon meg vagyunk elégedve ezzel az elektromos cigarettával, és szeretnék továbbra is, ha ez így maradhatna. Hát, hogyha behoznák ezt az új törvényt, amit a kormány akar, hogy a dohányboltba bevinnék ezt az elektromos cigarettát, egy az lehet, hogy csábítana megint a dohány illata, és válságba kerülnék, és hogy a kormány ezt újba bevezetné, és többért adná ezt az elektromos cigarettát, akkor lehet, hogy újból ugyanabba jutnák vissza, mint a rendes cigarettát szívnák, több mindent elvenne anyagilag. Nagyon kérem Áderul, hogy ne érje alá a törvényjavaslatot, mert ezzel nekem és több 100 000 embernek nagyon nagy kárt okozna azzal, hogyha a dohányboltba visszavinnék ezt az elektromos cigarettát, és lehet, hogy újból visszacsábítana a dohányzásra, és elvenni tőlem azt a lehetőséget, amit most megszereztem ez alatt a fél év alatt. Az elektromos cigaretta világszerte segít a dohányzás visszaszorításában. Tisztelt döntéshozó! A nevem Antal Attila, 23 éves vagyok, elektromos cigaretta használó és elektromos cigaretta bolti eladó. Mint azt ön is tudja, a T/74/04-es számú törvénymódosító javaslat nem sokára szavazásra kerül. Ezért arra kérném Önt, mint felelős magyar állampolgár, hogy ne engedjen teret ennek a törvénymódosításnak, mert nagyon sok ember egészséges élethez való jogát, munkahelyét és a biztos beszerzési forrását fogja elvenni ez a törvény. Csak a saját példámat tudom felhozni erre. Én napi 2 doboz cigarettát szívtam fiatalkorom ellenére, rabja lettem a dohányzásnak, szerettem is dohányozni, nem akartam lemondani róla, de éreztem, hogy nem tesz jót az egészségi állapotomnak. Amikor először találkoztam ezzel az eszközzel, mint mindenki, én is kételkedtem benne, de nem kevés utánajárással megbizonyosodtam afelől,
a dohányzásnak egy sokkal egészségesebb formáját kínálja ez az eszköz, amit napi szinten használok. Ez a törvénymódosítás viszont meg akar engem fosztani ettől, a nagy segítséget nyújtó eszköztől. Bekényszerít a dohányosok közé a füstbe, korlátozza, hogy a hazai boltokban szerezzem be a számomra megfelelő alkatrészeket, ezen felül még a munkahelyemtől is megfoszt. Most jelenleg Magyarországon körülbelül 2-4000 elektromos cigaretta használó lehet. Ha most őket a dohányfüstbe küldik, akkor a passzív dohányzás okozta rákos megbetegedések gyógykezelését a társadalombiztosítás fizeti, amit lássuk be, a kormány anyagi megfontolásai közül nem éppen a legjobban kiszámított dolog, már akkor sem, ha csak az alapellátás veszik alapul. Ezért kérem Önt, mint felelős tisztségét betöltő személyt, hogy Ön is mondjon nemet a T/7404-es számú törvénymódosító javaslatra, hogy együtt a felhasználókkal és a felhasználók érdekeit védő szervezetekkel közösen a tudjon a kormány mindenki számára előnyös törvénymódosítást alkotni. Angliában jövőre receptre kaphatnak e-cigarettát a leszokni szándékozók. Sziasztok! Dóka Bálint vagyok, jó magam is elektromos cigaretta felhasználó. Én egy kicsikét másképp közelíteném meg ezt az egész dolgot. Én egy elektromos cigaretta webáruház háttér dolgozója vagyok. A webáruházhoz boltok tartoznak, a boltokhoz kollégák, illetve kollégínák, és a kollégákhoz és a kollégínákhoz pedig családok is tartoznak. Közel 20 emberrel dolgozok együtt napi szinten. Minden nap más és más emberrel találkozunk, akik segítségért fordulnak hozzánk. Egyszerűen mondhatnám úgy is, hogy reményt látnak az elektromos cigarettában. Ha bekerül ez a termék a nemzeti dohányboltba, akkor talán úgy is fogalmazhatnék, hogy káposztát kecskére bízom. Dohányosok közé beküldeni azokat, akik már letették a káros szenvedélyüket. Ez körülbelül olyan, mint hogyha az alkoholistát beküldenék a kocsmába egy pohármentes vízért. Mindezt azzal magyarázzák, hogy károsabb az e-cigi, mint az analóg cigaretta. Mindenféle gyökment tényekkel próbálják alátámasztani azt, ami külföldön már bevált. Több mint 200 olyan hivatalos tanulmány van, ami azt bizonyítja, hogy az elektromos cigaretta 95%-kal egészségesebb, mint a normál cigaretta. A dohányzásban nem az káros, hogy van benne nikotin, hanem az, hogy van benne égéstermék. És az, hogy több mint 400 féle olyan vegyületet tartalmaz, ami az emberi szervezet számára kifejezetten káros. Nem beszélve arról, hogy a dohányzásról leszokni vágyóknak az igényeinek a felmérése az közel fél órát az igénybe. Ezt egy nemzeti dohányboltba nem lehet kivitelezni. Nem fogja megkapni a kellő figyelmet. És mi történik azokkal az emberekkel, akik elektromos cigaretta boltban dolgoznak? Küldjük el azért, mert a kormány azt akarja? Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy a kormány azt szeretné, hogy legyenek munkanélküliek? Mert én nem. Mert én nem azt látom, hogy káros, hanem azt látom, hogy segítünk az embereknek. Azt szokás mondani, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Mi ugyan segítenénk, de a kormány nem ezt akarja. Kérem Áder úr, ne írja alá a T/7404-es törvény javaslatot. Küldje norma kontrollra. Köszönöm szépen. Az e-cigaretta hatékonyan, hosszú távon helyettesíteni tudja a dohányzást. Tisztelt elnök úr, Rácz Bélának hívnak, 46 éves vagyok. 30 év dohányzás után közel 4 évet értem át az elektromos cigarettára. Ez az egyszerű, de igen hatékony eszköz egyik napról a másikra megváltoztatta az életemet. Meg annyi próbálkozás után, mint például a nikotintapasz, a nikotinos rágó, vagy a biorezonanciális kezelés, ami valljuk be kuruzslás és megtévesztés, sikerült leszoknom a dohányzásról, és egy új, egészségesebb életet tudtam kezdeni. A felelős döntéshozók most ezt az eszközt akarják elvenni tőlünk, és azoktól a sorstársainktól, akik szabadulnának a méregtől és a füsttől. Elnök úr, arra kérem, ne fogadja el a T/7404-es törvényjavaslatot. Ne engedje, hogy azok az emberek, akik az életet választották, a rendelet miatt visszatérjenek a kijelölt halálbunkerek füstös világába.
Tisztelt elnök úr, hadd legyünk büszkék magára, és segítsen nekünk, magyar állampolgároknak, vépereknek, gőzléreknek, és a most átszokni vágyóknak, hogy életben maradhassunk. Köszönöm szépen. Az elektromos cigaretta életeket ment. Zsellér Gergely vagyok, 25 éves, kecskeméti lakos. 3 éve nem dohányzom. Az elektromos cigarettának köszönhetem azt, hogy visszanyertem ízlésemet, szaglásomat, sokkal jobban kapok levegőt, és nem pörgök reggelente. Az elektromos cigaretta munkát adott számomra, mit nagy szeretettel és odaadással űzök. Rengeteg új ismerőst és barátot ismerhettem meg ezáltal. A T7404-es törvényjavaslat nem, hanem dohányzók érdekeit szolgálja. Ugyanis az elektromos cigaretta felhasználók nem dohányosok. Nemzeti dohánytrafikokba, dohányzó helységekbe küldi őket, miközben onnan eddig menekültek. Rengeteg magyar vállalkozót kényszerít majd arra, hogy elküldje alkalmazottait, többek között engem is, és lehúzzák a rólót. Az egyik törvényjavaslat alkotó báránybőrbe bújt farkasnak nevezte az elektromos cigarettát. Én őt nevezném báránybőrbe bújt farkasnak, hiszen nem vettek tudomást arról a több száz tanulmányról, amely igazolja azt, hogy az elektromos cigaretta egy ártalomcsökkentő eszköz. Nyugati példákra hivatkoznak, miközben a legtöbb nyugati országban elismerően beszélnek az elektromos cigarettáról. Ezért megkérném Áder János urat, hogy ne írja alá a törvényjavaslatot, és küldje fel vizsgálatra. Az e-cigaretta halálos áldozatainak száma 10 év alatt 0. Tisztelt köztársasági elnök úr! Kovács Attila vagyok, 32 éves, több mint 4 éve nem dohányzom. Nyomatékosan szeretném megkérni, hogy ne fogadja el a T7404-es javaslatot, mert ezzel nagyon sok embernek ártanának. Nem dohányzom, és ezt az elektromos cigaretta segítségével értem el. Nagyon könnyen. És mára eljutottam arra a szintre, hogy minimális vagy nullás nikotintartalmú folyadékot szívok. Sokkal jobban érzem magam. Az egészségem kitűnő, nem is voltam beteg már évek óta. Amíg dohányoztam, sajnos ezt nem tudtam magamról elmondani. Még egyszer, nagyon könnyen sikerült leszoknom a dohányzásról. És úgy néz ki, hogy már a nikotintól sem függök. Kérem, ne vegye el mástól ezt a lehetőséget. Nagyon fontos lenne, hogy ők is meg tudják ismerni, és szakavatott eladóktól tudják megvenni az elektromos cigaretta eszközüket. Ne vigyük be a trafikokba. Nem tennénk ezzel jót. Még egyszer megkérem, ne szentesítse a T/7404-es javaslatot. Köszönöm a segítségét. Az e-cigaretta világszerte dohányosok 10 millióinak segített a leszokásban. Tisztelt Áder János köztársasági elnök úr! A nevem Deák Tamás. 30 éves vagyok, és közel 4 éve elektromos cigaretta felhasználó. Mint már sok társam előttem, én is azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy a nem sokára ön elé kerülő T/7404-es törvénymódosító javaslatot ne szentesítse. Engedje meg, hogy elmondjam, mit adott nekem az elektromos cigaretta, illetve az új szabályozás az pontosan mit is venne el tőlem. Közel 6 évig dohányoztam, ami lehet, hogy nem tűnik soknak, de ez alatt a viszonylag rövid idő alatt is ijesztő napi 3 dobozos mennyiséget szívtam el. Mint sok más sorstársamnak, nekem sem sikerült leszoknom a hagyományos dohánytermékekről a gyógyszertárakban kapható leszoktató eszközökkel. Megfordult a fejemben a gyógyszeres leszokás is, de az ijesztő mellékhatások azonnal eltántorítottak. Ekkor bukkantam rá az elektromos cigarettára, ami végül segített leszoknom a dohányzásról. Közel 2 hónapot töltöttem információgyűjtéssel az interneten, illetve több szakboltban is megfordultam, amíg végül is 2012. februárjában megvettem az első készülékemet. Az egészségi állapotomban jelentkező javulás engem is meglepett. Megszűntek az éjszakánként jelentkező köhögő rohamaim, a heti minimum 2 alkalommal jelentkező migrénes felfájásaim és a nehéz légzés. Dohányosként nem tudtam végigaludni egy éjszakát,
mert a nikotinéség felébresztett, és rá kellett gyújtanom. Erősen túlsúlyos vagyok, a vérnyomásom is állandóan az egőkben volt, gyógyszert is kellett szednem rá, de mióta elektromos cigarettát használok, azóta a vérnyomásom beállt a normál szintre, és a gyógyszer sem kell szednem. Korábban az erőlétem lehet mondani, hogy síralmas volt. Mostanra viszont már egy egész napot végig tudok dolgozni a kertben vagy a ház körül. Az új szabályzás nem csak a jelenlegi elektromos cigaretta felhasználókat, hanem a jelenlegi dohányosokat is megfosztja egy az életminőséget nagyban javító eszköztől. A most már az interneten és a szakboltokban elérhető információforrások nélkül annak idején nekem sem sikerült volna váltanom. Korábban szerettem dohányozni. Szerettem az ízét, de körülbelül 2 hónap nem dohányzás után már zavart a dohányfüst. Ez a reakció a mai napig is megmaradt. Ha véletlenül beszívom a valaki más által kifújt dohányfüstöt, akkor az fullaszt és köhögési rohamot vált ki nálam. Ha egy korábban sohasem dohányzó ember szívja be ugyanígy a füstöt, ugyanezeket a reakciókat tapasztalja. És ez a jelenség nem csak én nálam jelentkezik, hanem minden elektromos cigaretta felhasználónál. Ez jól mutatja, hogy én és sorstársaim nem vagyunk már dohányosok, így minket is megillett a nem dohányosoknak kijáró védelem. Még egyszer kérem, hogy ne szentesítse azt a törvénymódosító javaslatot, ami a nem dohányzó elektromos cigaretta felhasználókat a dohányfüstös környezetbe száműzni, ami, mint korábban elmondtam, nem kismértékben kellemetlen, és nem mellesleg ránk nézve is káros. Az e-cigaretta korunk legnépszerűbb és leghatékonyabb eszköze a dohányzás kiváltására. Sziasztok! Ugye az volt a kérdés, hogy mit adottak az elektromos cigit. Elsősorban kezdeném ugye ezzel a közhelyen, hogy nem vagyok büdös, érzem a vízeket, érzem az illatokat, maradt pénz a pénztárcámba, igen, ilyenkor jönne ugye az a feltevés, hogy holnap felrálim. Az nincs, viszont 1 kiló cukorra többet tudtam mondjuk megvenni a bevásárlásnál, elmentem moziba, elmentem kukárdozni, könnyen felmenni így a 3. emeletre, hogy nem cigizem, hanem ezt a bizonyos elektromos cigit szívom. Viszont van egy olyan dolog, amit nekem még pluszba adott az elektromos cigaretta. És ez nem más, mint a munka. Hogyha meghozzák ezt a törvényt, és azt mondják, hogy az elektromos cigaretták átkerülnek a nemzeti dohányboltokba, az azt jelenti, hogy nem csak azon kell elgondolkodnom, hogy hol vegyem meg a lötyimet, hol vegyem meg a kazánomat, hanem azt is, hogy miből vegyem meg. Nem egyedül vagyok így. Legalább 100 ember munkahelyen forog kockán azzal, hogy ezt behozzák. Mint eladó mondom azt, hogy a nemzeti dohányboltokban nem lennének képesek arra a munkára, amit mi csinálunk. És nem azért, mert nehézem őket, hanem szintén azért, mert ott nincs lehetőség arra, hogy egy fél órás eladásba kezdjünk bele. Minden embernek más az ízlése, szetteket úgy teszik maguknak össze. A lötyiket úgy választják ki. Ez nem egy olyan dolog, amit a nemzeti dohányboltokban át lehet levinni. A brit egészségügy bátran ajánlja az e-cigarettát minden dohányos számára. Sziasztok! Nem mondanám, hogy könnyű volt felvenni ezt a videót, mert amin a magyar embernek már sírnia kellene, én szánalomból nevettem. Az albérletem és a munkahelyem sem tolerálja azt, hogy normális cigit szívjak. Ezért más alternatíva után néztem. Az egyik ismerősem e-cigaretta használó volt. És mai napig az. Ő ajánlotta nekem. Hihetetlen sok mindent adott nekem. Nem voltam tőle büdös, és nem kellett folyton kijárkálnom fagyba, hóba, nyáron, esőben. Nem szeretnék visszakerülni közéjük. Nem bírom már a füstjét sem. Kérem, ne tegyék tönkre az egészségünket azzal, hogy visszaküldenek minket a dohányosok közé. Ne fogadják el a törvénytervezetet. Az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Arócai Zoltán vagyok, 57 éves, 40 év dohányzás után szoktam le a cigarettáról is, tértem át az elektromos cigarettára. Az elektromos cigaretta nekem nagyon jó közéletet biztosított, például reggelente nem köhögök, nincs semmi
nincs dohányszagom, ruháim tiszták, illatosak, anyagi szempontból lényegesen olcsóbb, mint a dohányáruk. Jó közérzetet biztosít nekem. Család az megvan elégedve, és büszkék rám, hogy a rengeteg cigaretta után, és annyi év után rátérhettem erre elektronos cigarettára. Én nekem ezt adta. Próbáltam a nikotintapaszt, nem jött össze, mert megmaradt a nikotinénységem, tehát egyszerűen nem volt jó. Akkor próbáltam, eldobtam a cigarettát, és na, most már többet nem gyújtok rá. Hát 2 hónap után sikerült újra rágyújtanom, mert nem bírtam tovább. Amióta az elektromos cigarettát szívom, azóta irritál a füst. Tehát bárhol is megyek, egyből kiérzem a cigarettafüstöt. Az utcán, udvaron, ha bárki is rágyújt a környezetembe, akkor én már onnan menekülök. Ezért nekem nem lenne jó, hogy a dohányosok közé kiküldenének bennünket, összezárva a dohányosokkal. Én ezt nem tartom helyes ötletnek, hogy dohányosok közé űznek bennünket. Mert ez nem olyan. Az elektromos cigaretta, ez nem olyan, mint az a dohány. A feleségemnek megmondtam, hogy én többet nem töltök, akar, akkor rászokik. Megpróbálja ezt, az elektromos cigarettát. Egy hét múlva úgy is sikerült, megpróbáltam, vettünk neki, és azóta azt mondta, hogy kifogástalan. Azóta nagyon sok embernek ajánlotta, és hál' Istennek azok meg is fogadták. Például 3 héttel ezelőtt az unokatestvérén, aki nálunk volt vendégségbe, és 2 óráig ezt szívta, az elektromos cigarettát, és mikor fölvette a kabátját, hogy ő mégis kimegy rágyújtani, akkor érezte a kabátja, milyen büdös a dohánytól, a cigarettától. És azóta ezt szívja. Kimeszelte a lakást, függöny kimosott, minden, még a plafont is lemosták, és hogy ne érezzék azt a büdös dohányszagot. Nagyon kérem Áder köztársasági elnök úr, hogy ne írja alá ezt a törvényt, mert nagyon sok embernek ezzel kárt fog okozni. Nekem is, az eladóknak is, aki ezzel foglalkozik, ne írja alá, legyen szíves. Köszönöm. Az elektromos cigaretta nem veszélyezteti használója környezetét. Tisztelt Áder úr! Dornai Zoltán vagyok, adófizető magyar állampolgár, 2 kiskorú gyermek édesapja, családfenntartó. 25 évig dohányoztam, most immáron 3. éve csak elektromos cigarettát használok. Ezt megelőzően, mint minden leszokni vágyó dohányos, szóban számtalanszor letettem a cigarettát, majd másnap reggel alig vártam, hogy az első benzinkútnál megállhassak cigiért. Tényleges leszokásom egy mondathoz és egy eszközhöz köthető. A mondat nagyobbik fiam szájából származik, apa büdös. Az eszköz, ami pedig segített reményeim szerint végleg megszabadulni ettől a káros szenvedélytől, az elektromos cigaretta. Szakértő kereskedők és egyben gyakorlott felhasználók segítettek a választásban, és első nekifutásra elhagytam a hagyományos cigarettát. Ennek éppen szilveszterkor lesz 3 éve. Visszanyertem fizikai teljesítőképességemet, és ezzel együtt reményeim szerint további pár extra életévre is szert tettem. Apa azóta nem büdös. Apa nem is szeretne még egyszer büdös lenni. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat apát egy kalap alá akarja venni a dohányosokkal, ugyanabba a dohányboltba akarja kényszeríteni, és ugyanazt a lapát földet akarja rádobni, mint a leszokás gondolatával nem barátkozó dohányosokra. Környezetemben többen is ennek az eszköznek a segítségével tették le a cigarettát, és velem együtt nem szeretnének ismételten a halálsorra kerülni egy meggondolatlan, érdekek mentén a telhetetlenség papírjára íródott törvény miatt. Köztársasági elnök úr, tisztelettel kérem, hogy a T/7404-es számú törvényjavaslatot ne írja alá. Az emberek a nikotinért dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. Tisztelt Áder úr, kérem, hallgasson meg minket most. Én Kremán Bálint vagyok. 9 év láncdohányzás után, hála az elektromos cigarettának, le tudtam tenni. Egyik napra a másikra. Ez a 9 év alatt próbáltam én mindennel már. Egyéb ilyen rágók, meg egyéb ilyen dolgok, de semmi nem vált be.
Nagyon sokat adott nekem ez idő alatt az elektromos cég, mióta szívom. Teljesen megváltoztatta az életemet. Az utóbbi időben, mióta váltottam, sokkal jobban érzem magam, újra érzek illatokat, ízeket rendesen, jobban tudok mozogni, egy olyan közösséget ismertem meg ezáltal, akik mind kedves, tisztességes, becsületes emberek, kiktől annyi mindent venne el a közösségi kapcsolaton felül is, hogy szerintem nem éri meg. Kérem, ne írja alá a törvényjavaslatot, ezáltal megmentheti emberek életét. Kérem, olyan törvényjavaslat legyen iktatva, amivel konzultált olyan emberekkel, akik hozzáértenek, és el tudják önnek mondani, és hivatalos dokumentumokkal alá tudják támasztani, hogy miért is más az elektromos cigaretta, és mitől jobb, mint egy normál, hagyományos cigaretta. Mivel leszoktunk már egyszer a cigarettáról, visszarakni minket abba a státuszba, mint dohányosok, és beküldeni minket dohányboltokba, egy olyan csábítás, ami szerintem diszkriminál minket a szabad döntésünkben, hogy nem dohányzunk. Berakni minket újra a dohányosok közé a kijelölt helyekre, nagyon diszkrimináló számunkra. És ez nem korrekt. És az egészségünkre is veszélyes. Nem elég probléma, hogy ennyi éven át mérgeztük magunkat cigarettával. De amikor végre sikerül abba hagynunk, még vissza akarnak minket rakni ebbe a kategóriába, szerintem nagyon szomorú. És kérem, tényleg őszintén kérem, ne tegye ezt velünk. Nagyon szépen köszönöm, meghallgatott, és még egyszer kérem, ne írja alá a törvényjavaslatot, ne iktassa. Köszönöm szépen. Az elektromos cigaretta világszerte segít a dohányzás visszaszorításában. Erős Gábor Tamás, lassan 24 éves magyar állampolgár vagyok. Dohányzó szülő és nagyszülő mellett élve, szinte biztos volt az út a dohányzásba. Viszonylag fiatalon, 10-12 évesen lecsentem először cigit, amit a haverokkal szívtunk el. Természetesen lebuktunk, és jól leszívtak. Rászokni nagyjából 15 évesen a középiskolában sikerült, és szívtam egészen 21 éves koromig. Amikor a barátnőm mélyvénás trombózist kapott, és muszáj volt letenni a cigit. Gondoltam, szolidarítok vele, így találkoztunk az elektromos cigarettával. Ő már azóta teljesen letette a cigit, én nagyon kevés nikotintartalommal használom. Az állóképességem, a szaglásom, az ízlelésem egyaránt javult, és nem károsítom a környezetemet. Sokkal nagyobb esélyt tudok majd családot alapítani, mivel nem mérgezem magam. Most bevezetni kívánt törvény ezt a lehetőséget veszi el tőlünk, és a még nem dohányzóktól, ami szerintem hatalmas hiba. Ezen kívül a törvény legfájóbb pontja, hogy szinte csak az anyagi szempontokat veszi figyelembe, amikor a trafikba száműzi a termékeket. Ezzel szemben az egészségügyi érdekekkel szinte egyáltalán nem foglalkozik, ugyanis arról egy szó sincs a törvénytervezetben, hogy az általunk használt folyadék mit tartalmazhat, és ezek milyen minőségűnek kell, hogy legyenek. Édesanyám a Farkasgyepi tüdőszanatóriumban dolgozott, és éltünk is ott 3 évig, amikor is nagyon sok időt töltöttem a 2-es pulmonológián. Itt rengeteg végstádiumos tüdőrákost láttam, akik már morfium túladagolás ellenére is ordítottak a fájdalomtól. Illetve a nagyapám is tipikus dohányosként tüdőrákban halt meg ugyanezen az osztályon. Ugyanúgy jobb körülmények között, de a kemoterápiát sem kívánnám senkinek. Így pontosan láttam, mit okoz a dohányzás, és nem akarom én is így végezni. És önök sem akarhatják, hogy bárki így végezze. Illetve komolyan aggályom önök a törvény azon részével, hogy az árusítást a dohányboltokra bízzák. Ahol nincs meg a megfelelő szakértelem, ami igenis kell elektrotechnikus létemre, nekem is sokat kellett utána olvasnom a dolgoknak. Hogy várjuk el jobb esetben kereskedőtől, rosszabb esetben 8 osztályt végzett embertől, hogy rendelkezzen azzal a rengeteg tudással, ami az elektromos cigarettához kell. A törvény megalkotó diplomás emberek sem rendelkeztek elegendő információval egy megfelelő szabályzás létrehozásához. Így arra kérem a köztársasági elnök urat, hogy a TPER 7404-es törvényt jelen formájában ne írja alá, hanem küldje tovább az alkotmánybíróság elé normakontrollra, mivel az egészségellenes és életellenes.
Angliában jövőre receptre kaphatnak e-cigarettát a leszokni szándékozók. Jó napot kívánok! Kuti Horváth Gábor vagyok, 32 éves magyar állampolgár. Tisztelt Áder úr! Én már nem dohányzom. 14 évnyi dohányzás után tértem át az elektromos cigarettára 3 évvel ezelőtt. Úgy, ahogy a többi nagy dohányos is, én is többször és többféle módon próbáltam leszokni az analóg cigarettáról, ám de sikertelenül. Ez az eszköz segített nekem abban, hogy leszokjak a cigarettáról, és egy egészségesebb úton induljak el. Kérem Önt, tisztelt köztársasági elnök úr, hogy a T7404-es számú törvényjavaslatot további egyeztetésig ne léptessék életbe. Köszönöm a figyelmet. Az e-cigaretta hatékonyan, hosszú távon helyettesíteni tudja a dohányzást. Tiszteltem Áder úr, Várkony Andor vagyok, 37 éves, ex-dohányos. Ex-dohányos, és ezt büszkén jelenthetem, ugyanis pár évvel ezelőtt hoztam egy felelősségteljes, önálló döntést, és a bizonyítottan rákkeltő, halálos dohányárut lecseréltem a szintén bizonyítottan nagyságrendekkel kevésbé ártalmas elektromos cigarettára. Meg kell, hogy mondjam ennek, életem egyik legjobb döntése volt, mivel hatalmas dolgot nyertem vele, méghozzá az egészséget. Ismét érzem az illatokat, visszatért a szaglásom, érzem az ízeket. Nem fáradok ki olyan hamar, nem fulladok, nem úgy kelek föl reggelente, hogy köhögéssel, krágogással indítanám a napot. Egyszerűen egészségesnek érzem magam. És nem csak így érzem, hanem amióta az elektromos cigarettát használom, azóta gyakorlatilag egy napot nem töltöttem táppénzen. Holott előtte rendszeresen évi egy-két alkalommal több hetet is betegeskedtem. Immáron ezen túlléptem én is, csak úgy, mint a többi elektromos cigaretta használó. És köszönhetjük mindezt korunk egyik legnagyszerűbb találmányának, az elektromos cigarettának. Azt kell tudni még erről az elektromos cigarettáról, hogy ez a piac, ami kialakult világszerte, Amerikában, Európában, Magyarországon is, ez tulajdonképpen mindenféle állami támogatás nélkül teljesen önállóan, önszervező, önszabályzó módon tette. Ebbe szeretnének most beleszólni a hatalmon lévők, és megpróbálnak minket, elektromos cigaretta használókat bekényszeríteni ismét a dohányosok közé, a trafikba, hogy kitegyük magunkat a passzív dohányzásnak, ami szintén bizonyítottan kártékony, és Ön ezt megakadályozhatja. Éppen ezért arra szeretném kérni az összes többi felhasználó nevében, hogy ne írja alá a törvényt, mert ez gyakorlatilag elsöpörné a kialakult magyarországi elektromos cigarette piacot, és megfosztaná az embereket attól, hogy egy ilyen hatékony eszköz segítségével leszokjanak a dohányzásról. Tehát arra kérném szépen, hogy hallgasson a szívére és az eszére, és ne írja alá ezt a törvényt. Köszönöm. Az elektromos cigaretta életeket ment. Szeder Péter vagyok, elektromos cigaretta használó. 2 éve szoktam át az e-cigarettára, 24 év dohányzás után. Tisztelt Áder János köztársasági elnök úr! Arra kérem, hogy a T7404-es törvénytervezetet ne fogadja el, hanem küldje vissza normakontrollra. Ez a törvény rossz, minden szakmaiságot nélkülöző. Visszaküld minket a dohányzók közé, és munkahelyeket szüntet meg. Megvonja a leszokás lehetőségét a dohányosoktól. Csorbítja az egészséges élethez való jogot. Ha olyan józan gondolkodású, az emberek érdekeit szem előtt tartó köztársasági elnök, akkor a T7404-es törvénytervezetet nem írja alá.
Köszönöm, hogy meghallgatott. Az e-cigaretta halálos áldozatainak száma 10 év alatt 0. Tisztelt Áder úr, tisztelt döntéshozók. Ivkó Georgina vagyok, 28 éves, Gőzlér, azaz elektromos cigaretta használó. 14 éves korom óta rendszeresen dohányoztam, egészen 2011. október 26-áig. Ekkor ismerkedtem meg ezzel az eszközzel. 4 éve még nem örvendett ekkora népszerűségnek mint napjainkban, és nem is állt rendelkezésre ilyen mennyiségű, hiteles alátámasztó tanulmány, amely bizonyította volna, hogy a hagyományos cigarettával szemben mennyivel kevésbé ártalmas. Ennek ellenére úgy döntöttem, hogy teszek egy próbát, elvégre mi lehet rosszabb a dohányzásnál. Örömmel tapasztaltam minden jótékony hatását. Nem voltam büdös, sem én, sem a lakásom. Jobb lett a közérzetem, javult az állóképességem, megszűnt a rendszeres köhögés, javultak az érzékszerveim, elkezdtem az ízeket, illatokat intenzívebben érezni. Ezzel egy időben természetesen elkezdett zavarni a dohányfüst szaga, mint minden nem dohányzót. Nem károsítom a körülöttem tartózkodó egészségét, nem zavarok senkit egy füstölgő, büdös cigarettával. Ezzel szemben a mai napig nem találkoztam egyetlen hátrányával sem. A TPR 7404-es törvényjavaslat visszakényszeríteni engem és minden sorstársamat a kiállhatatlan bűzű dohányzó helyekre. Én nem dohányzó vagyok. A nem dohányzók védelme engem is, mint minden e-cigaretta használót megillet. Nem szeretnék sem aktívan, sem passzívan dohányozni. A törvényjavaslat továbbá ellehetetlenítené a jó minőségű és széles körű választékhoz való hozzáférést, és a jelenleg meglévő szakértői segítségnyújtást az eszköz alkatrészeinek és utántöltő folyadékának megvásárlása során. Soha nem voltam híve a fekete piac támogatásának, ezzel a lépéssel azonban megpróbálnak rá kényszeríteni. Ezúton kérem, hogy a törvényjavaslatot ne fogadják el, mindaddig, amíg észszerű módosítás nem történik a tartalmát illetően az elektromos cigaretta kapcsán. Köszönöm a figyelmet! Az e-cigaretta világszerte dohányosok 10 millióinak segített a leszokásban. Székely János vagyok, 45 éves, magyar állampolgár. Nem dohányzom. 26 éven keresztül dohányoztam. Próbáltam többször leszokni a dohányzásról, sikertelenül. 2014. december 9-én elhatároztam magam és vettem egy elektromos cigaretta készletet. Azóta nem dohányzom. Azóta visszanyertem szaglásom, ízlelésem, reggelente nem úgy ébredek, hogy krákogok. Sokszor tűnődöm azon, bárcsak korábban kitalálták volna az elektromos cigarettát, és talán édesanyám is leszokott volna a cigarettáról időben, akinél idén COPD-t és tüdőnagyobbodást diagnosztizáltak. Én csak reménykedem benne, hogy én időben letettem a cigarettát. Valahogy egészségesebbnek is érzem magam azóta. Viszont a TPR 7404-es törvényjavaslattal minket megpróbálnak visszaterelni a cigarettások közé. Onnan menekültünk. Most cigarettafüstre kényszerítenek, ami a passzív dohányzás. Kérem, a TPR 7404-es törvényjavaslatot ne fogadják el. Mi nem dohányzunk. Köszönöm. Az e-cigaretta korunk legnépszerűbb és leghatékonyabb eszköze a dohányzás kiváltására. Tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt országgyűlési képviselők, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Csörgei Zoltán vagyok, mintegy 2 évvel ezelőtt tértem át az elektromos cigarettára a hagyományos cigarettáról. Én nem szeretnék az előző, illetve a többi videóhoz hasonlóan arról beszélni, hogy engem mennyire megváltoztatott az elektromos cigaretta, illetve hogy mennyivel jobb az egészségem, ez így van. Én inkább arra szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy az országgyűlési esküben szerepel egy ilyen mondat, miszerint a jogszabályokat megtartom, a tudásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim akaratához és megbízásomhoz híven lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a magyar köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegítsem. Isten engem úgy segéljen. Nos, ehhez kapcsolódóan szeretném jelezni önöknek, hogy úgy gondolom, hogy a magyarországi e-cigarettás társadalom és a magyar köztársaság népéhez tartozik,
és a boldogulásukat nagy mértékben elősegíteni az, hogyha nem kényszerítenék az elektromos cigarettát használókat a hagyományos dohányterméket fogyasztókkal egy helységbe, légtérbe, illetve helyekre, valamint lehetőség lenne arra, hogy a megfelelő minőségű termékeket meg tudják venni az erre szakosodott szakboltokban, nem dohányboltokban kellene beszerezniük ezeket a kezdetlegesnek mondható eszközöket. Igazából ennyit szerettem volna elmondani, illetve még azt szeretném kérni önöktől, illetve öntől köztársasági elnök úr, hogy a törvény szavazása, illetve elfogadása során kérem tegyék maguk elé ezt az esküszöveget, és ennek szellemében próbálják meg aláírni, illetve jóváhagyni a törvénytervezetet. Köszönöm figyelmüket, tisztelettel, üdvözlettel! A brit egészségügy bátran ajánlja az e-cigarettát minden dohányos számára. Tisztelt a Máder úr! Most nem olyan régen leszoktam a cigarettáról, átértem az elektromos cigarettára. Nekem ez egy megváltás volt, ez mint érzéssel is sokkal többet adott nekem. Amióta nem dohányzom, nem szívom a sima analóg cigarettát, azóta elkezdtem érezni az ízeket, elkezdtem érezni az illatokat, de ennél nekem sokkal többet adott az elektromos cigaretta. Azóta sokkal egészségesebben élek, elkezdtem sportolni, elkezdtem foglalkozni saját magammal. Most már nem az van, hogy akkor reggel felébredek, és akkor rá kell gyújtanom, mert azonnal kell a cigaretta, mert ilyen már nincsen. Nem kell azt a büdös, hosszúkás kis izét szívnom, és én arra szeretném kérni az Áder urat, hogy ezt a kormányjavaslatot, illetve ezt a törvényjavaslatot ne írja alá, mert nekünk ez nem lesz jó. Mi, akik nagy nehezen, tényleg sok-sok küzdelem ára eladtuk a cigarettát, mi ezt nem szeretnénk. Azért, mert hogyha egyszerűen be kell mennünk egy trafikba, ahol eleve ott lesz az, hogy cigarettát nyomnak az arcunkban, nekünk az nem jó. Az, hogyha a trafikba kell másznunk, akkor az azért sem lesz jó, mert ott nem fogjuk megkapni az elektromos cigarettához azt a bizonyos tapasztalatot, illetve eladói készséget, amit jelen pillanatban a szaküzletekben, tehát a szaküzletekben megkapunk. És én emiatt sem szeretném, hogy trafikokban kelljen vásárolnunk az elektromos cigarettához szükséges és muszáj eszközöket. Ennyit 15 év tapasztalt dohányosként ennyit tudok elmondani, úgyhogy köszönöm szépen. Az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Tisztelt köztársasági elnök úr, Lincsambolt Viktória vagyok, 31 éves, debreceni lakos és 3 éve nem dohányzom. Az elektromos cigaretta nekem egy egészségesebb életet adott, egy hobbit és munkát is, ugyanis több mint egy éve egy elektromos cigaretta szaküzletben dolgozom, így olyan szerencsés vagyok, hogy szeretem a munkámat, hiszen ez egyben a hobbim is, ráadásul nap mint nap embereknek segíthetek. Hogyha életbe léptetik a TPER 7404-es törvényjavaslatot, akkor tőlem ezeket veszik el. És nem csak tőlem, hanem nagyon sok kollégámtól, nagyon sok vállalkozótól. Elveszítjük a munkahelyünket és a jövedelmünket. Ráadásul a jelenleg még dohányzó emberektől a lehetőségét is elveszik, hogy ilyen könnyedén mondjanak le a dohányzásról, mint ahogy ezt mi tettük, ugyanis nem fognak kellő segítséget kapni hozzá. Kérem, hogy ne léptessék életbe a TPER 7404-es törvényjavaslatot. Az elektromos cigaretta nem veszélyezteti használója környezetét. Üdvözletem! Szabó Gergő vagyok, budapesti lakos, immáron több mint 3 éve e-cigaretta használó. Legelőször a dohányzás mellett használtam, de immáron teljesen számíztam az életemből a hagyományos cigarettát. Kezdetben egyetlen egy dolog miatt próbáltam ki, mert ahol laktam, nem kultiválták a dohányzást, így egy másik megoldást kerestem. Szerettem dohányozni. Soha eszembe nem jutott, hogy letegyem, de kellett egy alternatív, hogy a téli estéken ne kelljen kijárnom a hidegbe. Aztán azon vettem magam észre, hogy egyre kevésbé hiányzik a hagyományos dohánytermék, és ez az eszköz segít nekem abban, hogy végleg letegyem. Sikerült. Nem volt nehéz. Egyáltalán nem. Egy intelligensebb és egészségesebb alternatívával. Mióta használom, jobb a közérzetem, nem kölgök, és minden káros mellékhatás megszűnt, amit a dohányzás váltott ki. Köszönhető ez pár hazai kereskedőnek, valami sorstársamnak, akik segítettek nekem abban, hogy a számomra ideális eszközt megtaláljam. Az elmúlt hetek, hónapok eseményei viszont sokkoltak.
Egy olyan törvénytervezet látott napvilágot a T7404-es szám alatt, amely teljességgel felülrölni ezt az alternatívát. Egy olyan tanulmányra hagyatkozott a kormány, mely abszolút nem reális, ferdítésekkel teli, és szakmailag minden egyes pontja megkérdőjelezhető. Nyugaton, például Angliában már hivatalosan leszoktatás segítő eszköz lett, és közben nemzetközi tanulmányok garmadája bizonyította be azt, hogy 95%-a kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta. És ez így van. Mi is érezzük. A környezetem is érzi. De mi lesz azokkal, akiknek ez újfent segíthetne? Ki fog tudni segíteni a kezdőknek készüléket választani, ha nem beszéltünk róla online felületeken és szinte sehol? Hol fognak olyan támogatást és segítséget kapni, ami nekem megadatott? A nemzeti dohányboltokban nem. Szakképzett eladó kell hozzá, aki szintúgy elektromos cigaretta használó. Áder úr, kérem Önt, mint felelős döntéshozót, küldje vissza a T7404-es számú törvénytervezetet normakontrollra, s ne írja azt alá. Sok ezer életet könnyíthet meg vele. Segíthet, hogy szabadulhassanak szenvedélyüktől egy intelligensebb alternatíva segítségével. Segítsen, hogy mások is dönthessenek a sorsukról. Segítsen, hogy aztán segíthessünk mi is nekik, eme remek eszköz megismerésében. Köszönöm. Az emberek a nikotinért dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. Imre Gábor vagyok, 41 éves, 20 éven keresztül dohányoztam napi 2 doboz cigit. Minden reggel köhögéssel ébredtem, az utóbbi időben már olyan szinten, hogy ma azt hittem, hogy valami komoly bajom van. De közel 2 hónappal ezelőtt kipróbáltam az elektromos cigit, és egy csapásra megszűnt minden probléma. Tüdőm vitálkapacitása nőtt, fel tudok menni a 8. emeletre mindenféle erőlködés nélkül. Emellett párom is dohányzott, és most közel egy hónapja ő is elektromos cigit szív. Nincs büdös a lakásban, teljesen jól letűn minden, ő sem köhög, annyira nem köhögött, mint én, de teljesen rendben van velünk minden, ezen kívül nem sokára majd szeretnénk gyereket is vállalni. Dohányosként ezt nem tettük volna meg, tehát tulajdonképpen egy ilyen jövőképet is ad ez az elektromos cigaretta. Ezen kívül nekünk van egy háziállatunk, egy macska, de sokaknak lehet háziállata. Bizonyította mérgező hatású ugye az analóg cigarettának a füstje. Ez állatvédelmi szempontból is nekünk például nagyon fontos. És tulajdonképpen több kísérlet bizonyítja, nemrég utánolvastunk, nyilván új volt a dolog, muszáj volt utánolvasni, hogy külföldön is próbálkoztak több kísérlettel, analóg cigi füstjével, ecigi füstjével tüdőszöveteket úgymond bombáztak, és gyakorlatilag az elektromos cigarettának a füstje semmiféle negatív hatást nem mutatott ki. Aki más mond, az nézzen utána jobban, mert ez így van, nagyon sok helyre utána néztünk. Ezzel a törvénymódosítással minket nem dohányosokat, most már mondhatom így nyugodtan, bekényszerítenek egy olyan közegbe, amiből 20 éven keresztül nem tudtunk szabadulni. Nem szabad ezt megengedni, hagyj döntsenek az emberek arról, hogy dohányoznak vagy nem, figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sok fiatal, nagyon korán kezdi el a dohányzást, ami szintén egy nagyon-nagyon rossz dolog, és hogyha ez a törvénymódosítás nem történik meg, és az elektromos cigarettát lehet úgy árulni és úgy forgalmazni, hogy eddig, akkor ezzel kerülnek inkább kapcsolatba, és gyakorlatilag sokkal jobban biztosítva van a jövők, mint hogy akármilyen betegséget kapjanak, hogy hazavigyék és terjesszék tovább a úgymond normál cigarettát. Úgyhogy én arra kérem Áder úr, hogy ne írja alá ezt a törvényt, engedje meg, hogy az emberek szabadon döntsenek, mi bizalmat szavaztunk, változtassa ez az egész nemzetet egy nem dohányzó egészségesebb nemzetté, ezt mindannyian nevében kérem. Én, nekem senki nem mesélte, hogy mi a hatása az elektromos cigarettának, én saját magam tapasztaltam meg, látom másokon, több embernek ajánlottam már, többen áttértek le, és mindenki megköszönte, mi is szeretnénk megköszönni, hogy ne írja alá ezt a törvénymódosítást. Ennyit szerettem volna mondani. Az elektromos cigaretta világszerte segít a dohányzás visszaszorításában. Tisztelt Áder János úr! Horváth Szabolcs vagyok, 30 éves. 15 évig dohányoztam, most pedig ezt 3 hónapja nem teszem, köszönhetően az e-cigarettának. Visszanyertem szaglásom, ízlésem, nem büdösítem a ruháimat, környezetemet, nem sárgítom be kátránnyal a lakásom falait. Az egészségügyi előnyök, amiket tapasztaltam, nekem olyan plusz, amikről dohányosként előtte nem is álmodhattam. Emiatt nagyon hálás vagyok az e-ciginek, aminek a segítségével ezt önerőből megoldhattam. Szeretném, hogyha ez így maradhatna. Szeretném, ha nem vennék el a lehetőséget se tőlem, se a többi vépertől, se a még dohányzó embertársaimtól egy egészségesebb életre. Ezért nagyon kérem, ne írja alá a törvénytervezetet, a
törvénykezésbe pedig vonja be képviselőinket, a Villanypára Egyesületet. Köszönöm. Angliában jövőre receptre kaphatnak e-cigarettát a leszokni szándékozók. Jó napot, köztársasági elnök úr! Hallgattam a szívemre és leszoktam a dohányzásról. Persze ez a döntés nem csak a szívemnek, hanem az általános egészségi állapotomnak is jót tett. Önök mindig az EU szabályokra hivatkoznak, amikor valamit bevezetnek. Itt, ahol élek, bemegyek a boltba, és kapok nikotinos likvidet. Nagy betűkkel ki van írva, hogy 18 éven felülieknek. De ez egy élelmiszerbolt. Nem értem, miért nem ez a követendő példa. Ez a hely Franciaország. Nem mondhatjuk, hogy csak egy eldugott hely az EU-ban. És hogy miért innen jelentkezek? Ez egy másik történet. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Az e-cigaretta hatékonyan, hosszú távon helyettesíteni tudja a dohányzást. Tisztelt felelős döntéshozó! Kocsis Tamás vagyok, 27 éves, elektromos cigaretta felhasználó. 10 évnyi napi 2 doboz cigaretta elszívása után találtam rá erre az eszközre, amit én már 4 éve használok napi szinten. Amióta ezt az eszközt használom, újra érzem az ízeket, az illatokat. Ez az eszköz családom több tagjának is segített, hogy abba hagyja a hagyományos dohányzást. Ettől az eszköztől visszakaptam az egészségemet, amit most a TPER 7404-es számú törvényjavaslat korlátozni fog. Kérem, hogy szavazáskor hallgasson ránk és a szívére, és szavazzon nemmel. Köszönöm. Az elektromos cigaretta életeket ment. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Klöcz József vagyok, 30 éves budapesti lakos. 13 éven keresztül dohányoztam. Napi 2,5-3 doboz cigarettát szívtam el. De hála az elektromos cigarettának 3 évvel ezelőtt sikerült a nullára leredukálnom. Az elektromos cigarettának köszönhetően sokkal pozitívabb lett az életem, mint egészségileg és mint anyagilag is. Megszűntek a reggeli kőgés rohamaim, sokkal energikusabb lettem, sokkal pozitívabb lett a közérzetem. Ezért tisztelettel megkérném Áder János urat, hogy a T 7404-es törvényjavaslatot ne írja alá, legyen szíves, küldje tovább azt egy norma kontrollra. És arra is megkérném, hogy ne vegye el tőlem és sorstársaimtól ennek az egészségesebb alternatívának a lehetőségét. Köszönöm szépen! Az e-cigaretta halálos áldozatainak száma 10 év alatt 0. Nem dohányzom, Áder úr. Garamvölgyi Dénes vagyok, 32 éves, magyar állampolgár. Több mint 10 év dohányzás után, kicsit több mint 4 évvel ezelőtt leszoktam a dohányzásról, ennek az eszköznek a segítségével. Igen, elektromos cigaretta felhasználó vagyok. Mit adott nekem az elektromos cigaretta? Leginkább lehetőséget. Lehetőséget egy egészségesebb életre, és most önök éppen ezt készülnek elvenni tőlem. A hamarosan szavazásra bocsájtott T-7404-es törvényjavaslattal kapcsolatban 2 komoly problémám lenne. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy hogy fordulhat elő ma Magyarországon, hogy bármilyen tevékenység használatát ahhoz kötik, hogy ezt csak kizárólag dohányfüstben lehet végezni. Teljesen mindegy, hogy ez a tevékenység káros az egészségre, vagy nem káros, mert ott van például az alkohol, ami köztudottan káros az egészségre, mégis a pábokból kihozták a cigarettát. A zsíros étele fogyasztása káros az egészségre, mégis az éttermekből kihozták a cigarettát. Miért kell ma Magyarországon magamat másodrendű állampolgárnak éreznem, nekem és a környezetemnek? Mitől érek én kevesebbet, mint egy akut alkoholista? Másik problémám pedig az, hogy többször elmondták nyilatkozatokba, mindenben, hogy ez milyen egy bonyolult, nehéz, veszélyes eszköz. Mégis olyan emberek kezébe akarják adni ugye a trafikokba, akik nem értenek hozzá. Tehát bonyolult, nehéz, veszélyes, nehezen kezelhető, mégis olyanokra bízzuk, akik nem értenek hozzá. Azok az emberek, akik 4, 5, 6, 7 éve ezzel foglalkoznak, őket a kukába dobjuk, és megkapják olyanok, akik azt se tudják, hogy micsoda. Ha eddig nem volt baleset, ma majd most lesz belőle. Kérném, hogy amennyiben ön elég kerül a javaslat. Dobja vissza normakontrollra, és viselkedjen úgy, mint egy politikus. Egy politikus, akinek az a dolga, hogy az emberek érdekeit szolgálja. Ha ezt néha el is felejtik, én most emlékeztetem önöket erre, mert ez a dolguk. Ezért vannak ott, hogy a mi érdekeinket szolgálják.
Köszönöm, hogy meghallgatott. Az e-cigaretta világszerte dohányosok 10 millióinak segített a leszokásban. Tisztelt Áder János köztársasági elnök úr, Sárai Viktor vagyok, 4 éve nem dohányzó, káros szenvedélyektől mentes állampolgár. Arra szeretném kérni Önt, hogy az Ön előtt fekvő T7404-es törvényjavaslatot kérem ne írja alá, és ebből adja vissza a jogot nekem és társaimnak arra, hogy egy egészségesebb, jobb életet élhessünk. Köszönöm. A brit egészségügy bátran ajánlja az e-cigarettát minden dohányos számára. Üdvözlöm, elnök úr! Tatár Tamásnak hívnak, elektromos cigaretta használó vagyok több mint 2 éve. Több alternatívát kipróbáltam már, de a cigarettát letenni ezzel az eszközzel sikerült véglegesen, aminek mind a környezetem, mind a családom örül. Tudatosan döntöttem emellett az alternatíva mellett, amely fejlődését több tudományos vizsgálat és nemzetközileg publikált orvosi tanulmány is végigkísérte. Ezeket magam is nyomon követtem. Köszönhetem ennek az eszköznek, hogy ismét érzek ízeket, illatokat, egészségem egy nem dohányzó emberével egyenértékű. Nemrég született kislányomat nyugodtan felvehetem, hiszen nem vagyok bagószagú, nem hasonlít egy hamutára a leheletem, kezemen nincs visszamaradt káros anyag, nem árad a ruhámból sem az a jellegzetes szag. Arra kérem, hogy a T/7404 törvénymódosító javaslatot ne hagyja jóvá, amíg nem egyeztetett a Magyar Elektromos Cigarettát Használókat Tömörítő Villanypára Egyesülettel, vagy az Egészségvédő Mozgalomban az Elektromos Cigaretta Platformmal. Adjon hitet az embereknek, hogy érték még az élet, az egészség és a becsület. Köszönöm a figyelmét! Az elektromos cigaretta legalább 95%-kal kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Sziasztok, Dabis Balázs Szilviusz vagyok, újságíró, szerkesztő. Nagyon szomorúan hallom az elmúlt időszakban azt, hogy újságíró kollégáim talán tudatlanságból, talán pedig a tények puszta ferdítése miatt érdektelenségből az e-cigarettával kapcsolatos információkat a sajtóban szándékosan negatívan állítják be ezt a terméket, amely tulajdonképpen valahol rengeteg dohányos embernek az utolsó mencsvára lehet, hogy hosszabb életet éljenek, hogy azok az apák és anyák hosszabb ideig legyenek apák és anyák, éljenek együtt a családjaikkal, szeretteikkel. Az e-cigaretta valóban nem egészséges, de sokkal kevésbé kártékony, mint a hagyományos cigaretta, és hogyha Magyarország támogatná azt, hogy mindenki jó minőségű, valóban kontrolláltan egészséges e-liquidet szívjon a jó minőségű készülékéből és kazánjaiból, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal, de sokkal többen maradhatnának életben. Én azt szeretném, hogyha ez az ország lenne annyira intelligens, hogy ezt fölismerné, és Magyarországon az e-cigarettát nem korlátoznák, és nem a dohányzással egy kalap alá vennék, hanem attól elkülönítve az egyik leghatékonyabb leszoktató módszerként kezelnék, és széles körben propagálnák, felhívnák a figyelmet arra, hogy ez milyen fontos, és ezzel valóban tényleg le lehet szokni a dohányzásról. Én ezt szeretném. Az e-cigaretta hatékonyan, hosszú távon helyettesíteni tudja a dohányzást. Nem dohányzom, Áder úr, és azt kérem Öntől, hogy fontolja meg a T7404-es számú törvénytervezet aláírását. Sárközi Péternek hívnak, 45 éves, elektromos cigaretta felhasználó vagyok. 17 év dohányzás után egyik percről a másikra váltottam, mindenféle kínok, fogcsikorgatás nélkül erre az egészségesebb alternatívára. A végén már napi 50-100 cigarettát szívtam el. Bő 4 éve váltottam elektromos cigarettára, tehát ez alatt az idő alatt kb. 75 ezer csikket termeltem volna. Sajnos szokásom volt a csikket az autóm ablakán kipöckölni, szennyeztem így a környezetet. Én azt vettem észre, hogy az elektromos cigarettára áttért emberek sokkal környezet és egészségtudatosabb szemléletre is áttérnek. Ezt azért tudom észrevenni, mert bő 3,5 éve kereskedő is vagyok. Elektromos cigarettát árulok, és erre nem csak megélhetésként, de missziómként is tekintek. Budapesti vállalkozásom van jelenleg 10 alkalmazottal. Az országgyűlés feltehetően megszavazza a napokban a T7404 számú törvényt, és az Ön asztalára kerül az majd aláírásra. Azért kérem, hogy ne írja alá ezt a törvényt, hanem küldje vissza normakontrollra, mert bár semmilyen Zsolt ezt állítja, nem történt egyeztetés sem a felhasználói, sem a szakmai képviselőkkel. A tervezet letéteményesen néhány érdekcsoportot képviselő, maroknyi ember, akik nem végeztek tárgyalakos munkát,
és így a képviselők és ön sem tud tárgyalagos döntést hozni. Konzultációt és észszerű, emberséges szabályozást szeretnénk. Azért is kérem, hogy ne írja alá a T-7404 számú törvényt, mert az elektromos cigaretta használóit a kijelölt dohányzó helyekre űzné. A passzív dohányzás káros. Az elektromos cigaretta használó nem éget sem dohányt, sem papírt, az elektromos cigaretta használó nem dohányzik. Velszben a napokban sikerült észszerű döntést hozni. Erre minden bizonnyal a hazánkban is módot lehet találni. A törvénytervezet azért is nonsens, mert az nem tesz különbséget nikotinos és nikotinmentes felhasználás között. Továbbá azért is kérem, hogy ne írja alá a T-7404 számú törvényt, mert az megszünteti az internetes kereskedelmet és a szakboltokat, és a nemzeti dohányboltokba száműzi a terméket. Ez egy hibás lépés, amit Ausztria is tervezett, de később visszavont. Nem jó ötlet a kereskedelmet a trafikokra bízni. Angol nyelvterületen az elektromos cigarettát személyi gőzképzőnek nevezik. Azért személyi, mert nem lehet uniformizálni, pont a sokszínűsége miatt népszerű alternatíva az elektromos cigaretta a dohányzók számára. Naponta szolgálok ki magam is teljesen kezdőket a boltban. Egy kezdő lelkiismeretes kiszolgálása a köszönéstől a számladásig minimum 20 perc. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy olyan készüléket tudjak javasolni, ami igényeinek megfelelő, és amivel váltani tud a felnőtt dohányos, és elmondjam a használatát, tippekkel lássam el. Ez nem a sarki pék, ahol kérek két sós kiflit, és megyek tovább a dolgomra. A trafikos alkalmazottnak egyrészt nem lesz 20 perc egy vevőre, másrészt mivel nem lesz felhasználó, nem fog érteni az elektromos cigarettához. Bár nem tudom, lesz-e olyan készülék, ami 20 perces okítást igényel, előfordulhat, hogy csak a ma már a dohánygyárak által felvásárolt egyszer használatos darabok kerülnek a trafikok polcaira. Azért hangsúlyoztam, hogy felnőtt és dohányos, mert a tipikus elektromos cigaretta használó olyan személy jellemzően, aki évekig, évtizedekig dohányzott és más módszerrel nem sikerült letenni a cigarettát. Én is ilyen ember vagyok. Tehát összefoglalva a mondandómat, arra kérem, vegye fontolóra a kérdést, mert a T-7404-es törvény rengeteg magyar állampolgárt érint, hiszek benne, hogy szabályozásra szükség van, de az lehet észszerű és emberséges is. Ez a mostani törvénytervezet nem az. Ön hibát követel, ha aláírja. Köszönöm. Az elektromos cigaretta világszerte segít a dohányzás visszaszorításában.